sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésd el a padba, hát nem szerethetsz mást. A transzisztor óra rég lejárt, ez majdnem csigítem. De a butonom, hát elmegyek, de olyan más én passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látsz, a hotel mentor nem vár. A polán a gabin forál, engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jan Pec voltam, de elég már, a sérom. Sírom, tudom, ha nem úgy áll, a nevem mélyen vésd el a padba, hát nem szerethetsz más. Jan Pec voltam, de elég már, a sírom, tudom, ha nem úgy áll, a nevem mélyen vésd el a padba, hát nem szerethetsz más. Robert voltam, de Robin szár, a sírom, aztán orgyilkos fegyverből hangbőrrel kell csapni.
szobám így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imáns. Én éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy. Soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, és egész éjjel rabolgattunk. Fejünkön vérdíj, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrrel telt, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban. Szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. A puskám, fog aztán menj imám. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörrent. Hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. Király. Király. 16, több valamint 3 samidő. Az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időm, vitéz Mátyás király urunk, menj be szálas, érettebb napke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba.
szemeim. Merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olajtengerében, s eltűnődik, hová lő az jég. Bécs meg büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy daridó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap kell, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A dégedű nincsen játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Ha daj a híd alatt, a Margit híd alatt, ha ott hagytod a kombinét odat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásporttól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltak. Minden bekapcsolva. Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Már is nézem, csak most ilyenkor kis cseten alig látok valamit. Mert ugye a Unite-nál nincsen fő, tehát a Switch-nél nincsen főképernyő. Már várakozásnál volt Baxi, Körszil, Frogpati, és es mielőtt elindult az, hogy elindítottam a live-ot. Szuperek vagytok, srácok! Itt van Kenta, Zsió, az észbontó, üdvözöllek a csatornán, jó szórakozást kívánok, itt van Bea, aki készült valami meglepetéssel, én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi az, mert most se tudom még, csak mondom, előre fel vagyok pörögve, lehet, leesek a székről is, itt van Pati, Diszti, aki szintén szeretne valami ébresztő itókát, első live, ahol már kék hajad van, igen, volt egy kék hajú lány, oksi,
Körcilt mondtam, megjött Niki, semmi baj a késésér, örülünk, hogy itt vagy. Már csak 7 perc, igen. Jól vagyok, úgy volt a streamelek, de behalt az OBS-em, ma nem volt szerencsém. Hát figyelj, jobb szerencsét másik napra. Kinek hogy telt a napja, én mindjárt mesélek. Én mostanság Szilveont kispadra ültettem, én is Espion miatt, de Pati nagyon szereti egyelőre. Szia Esi! Vannak itt emberek? Bizony, bizony, doppergést kérek. Doppergés. Mondjuk nem tudom, meddig kell dobot pergetni. Szájdobolni nem tudok. Help, kedves Unite nem akar beengedni. Szoború, szájdobolni nem tudok, csak valami ilyesmit tudnék. Ez borzalmas, csak teleköpködöm a tenyerem úgy, hogy kenyerem. Úgyhogy nem tudok szájdobolni, srácok arra szájdoboljon, aki tud. Na! Közben lépegessünk be. Igen, nem sokan majd Discord és... Bitfütyűsz! Ja, rossz helyen vagyok, srácok. Igen, elengedtem. Nem sokan kapcsolom a Discordosokat. Ó! Megjegyezte, hogy itt léptem be. Le vagyok sokkóva. Hozom inkább az izom kinder tojás. Hát majd most én is fogom hozni a szúnyogot, úgyhogy most kérlek titeket, hogy az izmos szúnyoggal majd hagyj játszok live-ba. Alapvetően ugye buzzball, baseball zütő, én úgy hívom, amíg Bea intézkedik, addig nézzünk pár dolgot. Alapvetően még mindig bent vannak a Gleesonnak szerezhető cuccok, bár már nekem megvan. Érkezni fog Tyranitar 5 nap múlva, úgyhogy számíthatok rá, nem dolgozok épp, akkor 5 nap múlva a Poké Unite Live. Ezen kívül ezeket tudjuk összeszedegetni, napi misszió szokásosan. Silvaont lehetett kapni az előbb, Oksika. Nézzük meg, milyen küldetések várnak ránk ma. ZL, még tanulom mindig a billet. Keveset játszok Switchen. Defenderrel kell menni, barátokkal az meg lesz, 60 assist, a többit azt megcsináltam. Daily, vinelnünk kell egyet, kitölteni egy energia cuccot, blokkolni egy támadást, 2 Unite move-ot, és melyik pályák vannak ma bent. Mindjárt kiderül. Közben akik tagok, már jöhetnek is a Discordra hangüzenetbe. Bármint nem üzenetben, hanem hangban. Egy Venusaur. Na Venusaur a másik kedvencem, tehát az Eevee-ből elmondtam, hogy Espion. Közben a PayPal-on is tudtok támogatni, így van. A Nightbot feldobta, ezt ritkán szoktam bekapcsolni, most úgy maradt, mert van ez a mód is. Na, a ZR-nél, nem, jó, ez legalább meglett. Nagyon jó. Tehát a ZR-nél van egy ilyen, hát én nem tudom, hogy lesz meg a 120, mert gyerekek 2 kapta, mióta kivittem. Úgyhogy Baxi, én félek ettől, hogy nem tudom, hogy meg lesz-e. Oké, okay. De nagyon szeretném a kalóznyulat. Játékmódokat már is nézem, mi van most bent. Hát egyrészt vannak az Eventes cuccok, amit még nem vettünk, ez már rég megvan. Hogy megyek oda a ZL? Unite Squad, igen. Ugye mailbe lehet küldeni, gyorsan küldjünk is ajándékokat. Kaptam is Amy-től 5 cointot, meg Patitól 5 cointot. Kinek hogy telt a napja, srácok, addig meséljetek közben. Aztán majd én is mindjárt mesélek, felvesszük a jó fiú pontokat. Bár most volt, hogy nem voltam jó fiú, mert dolgoztam és félbe kellett hagynom és levitték 90%-ig. Úgyhogy rossz fiú voltam. Igen, mi van a squadba? Semmi, csak jelezte. Na, és akkor még van a szülinapi torta, ahol eddig 2-szer sikerült duplát nyitnom ebből, nem tudom nektek, hányszor volt dupla, srácok? Na, dupla vagy semmi, szeretném klémelni, igen. Hát most se lett dupla, nem baj, közben itt haladunk a muffin-poffin szerzéssel. 100 jegy. Egyszer volt. Nekem 2-szer volt, de azért mondom, hogy nem mondanám túlzottan soknak. 3-szor volt Patinak duplája. Az igen, az nem semmi. És akkor Unite, Battle. Ben van a Pika Party, amit még eddig mi nem néztünk, srácok. Hogy megyek lejjebb? Aha. És a kecsem. Jaj, de jó. Nem a csecsem, a kecsem.
Jó, kezdjük egy kecsemmel szerintem, úgyhogy szükségem van három másik játékosra, de előtte bekapcsolom a Discordosokat. Sziasztok, úgy látom itt van Pati és DKG csapat. Jó napot kívánok! Sziasztok, írjátok meg kérlek, halljátok-e rendesen. Rendben, mi a neved, DKG csapat? Nem tudom, hogy ben vagy-e már a barátisten. Hello, itt vagyok, én nem vagyok ben, vagyok. Be kell jelöljél. Én már az hanáló eleje óta bent vagyok, szóval... Aha. Pillanat, még nem léptem bajat! Hello, ez Baxi volt? Így van. Rendben, Ali. Akkor DKG lehet, hogy a második körbe tudsz majd jönni, mert vannak fenn annyian, amennyien kellünk hozzá. És Émi vagy Niki szeretne jönni első körbe. Niki azt mondta, hogy ő még United támaszt fel az előbb, szóval... Akkor behívjuk Émit. Aztán mindenkire jut idő, mert kb. 9-ig tart a live, úgyhogy szerintem bőven lesz időnk. Meg lesz, ahol 5-en játszunk, nem 4-en. A kecsem mód az, ahol át tudunk változni Zabdosszá, meg ilyenek, jól emlékszem? Igen, igen, az. Jó, rendben. Ú, de fáradt hangod van. Fáradt vagyok. Ó, értelek, értelek. Jól halljátok a többieket, srácok? Mert ugye ilyenkor mindig máshol van a hangerő. Beszéljetek, léci? Beszélek. Jó, rendben, kicsit feljebb tekertelek titeket. Oké. Okay. Én hallom a többieket. Hallani? Lehet, persze, persze, persze. Szia, Emese! Tökéletes, DC-n is fent vagyok, de tagok szobáját nem látom. Pedig Körcil, te is tag vagy, miért nem vagy hozzáadva? Majd mindjárt akkor hozzáadlak. Mert nem írtál nekem külön, mikor tag lettél? Mert írni kell külön, és úgy adlak hozzá. Akkor lehet az elmaradt még. Ezt majd pótoljuk mindjárt. Hát, ezt imádom, mikor egy valaki nem fogadja el. Dick, hova lett az ember? A Baxi tűnt el. Haló? Jó, sorry. Újra hívlak. Mi történt, Baxi? Elfelejtettem rányomni. Ja, megesik. Most így elfelejtett így rányomni. Megesik. Nem, azért van, mert le van most halkítva a switch, mivel hogy múltkor mehetem mesterék, ott pompogtak, hogy nagyon belehallatszódik a mikrofonba. Oh. És ezzel nem hallottam, hogy, hogy visszaszámol már. Ó, oh, értelek. Nyugi, én nem pompogok. Amúgy jó nem napom, tök, jó napom volt, kérdezték a cseten, hogy milyen napom volt. Jó, aludtam. Tehát hazajöttem munkából, tényleg aludtam nagyon sokat, aztán elmentünk, mert a héten volt egy kis kavarodás, gyerekek, van olyan cég, ami hazudik. Tehát, hogy olyan sztorim van, én elmesélem, én leszarom. Tehát, hogy rendeltem egy kontrollert, mert ugye elromlott a másik még annó, azt tudjátok. Jó rég volt már, hogy elromlott, szerintem 3 hónapja is van az már lassan. Aztán egy sokkal olcsóbbat vettem, és hát pontosabban berendeltem. Majd azt mondták, kaptam az e-mailt, hogy a héten megérkezik. Hát a héten nem érkezett be. Hozom a kis izomianit. Aztán írtam egy e-mailt, hogy jó lenne, ha, mert fontos lenne. Ez 3 hétről beszélünk kb. Tehát, hogy időben legyetek, vagy 2-nél. Aztán fölhívtam az ügyfélszolgálatot, hogy mégis merre jár a kontroller, mert előre kifizettem. És akkor Csajci ez tiszta izé volt, nem tudja, utána néz, küld e-mailt. Na nem küldött e-mailt, ezért felhívtam, hogy az e-mail megakadt, vagy esetleg megfájdult az ujjacskája, hogy nem kaptam meg a választ. Aztán mondja, hogy ebbe a percbe akart írni, mondom, aj, meg ebbe a percbe másztam le a falvédőről, öcsém. Persze ebbe a pillanatba. Majd kitalált egy olyan sztorit, gyerekek, idézem, mit mondott. Valami probléma történt a kiszállítás útján, mi sem tudjuk, mi történhetett, lehet eltűnt valahogy a termék, de ne aggódjon emiatt, a mai napon egy újat postára adtunk, vagy csomagküldőnek adtunk át, és nyomozás folyik, mi lett a termékkel. Hát mondom, valakinek pont ilyen piros kontroller kellett, azt ellopta a futár, hát ez rohadjon. Valakinek nagyon fontos volt egy kontroller, és ez a Play IT. Aztán várjál. Érdekes. Igen, tegnap történt ez, a párbeszéd, hogy ellopták a kontrollert, aztán majd értesítenek, amikor már bemehetek érte. Lefeküdtem aludni, jött az SMS, hogy most már beért a bótba. Elmondom, Dick már, igaz, hogy várom már lassan 10 napja, most ért be. Jó, bemegyek, mondom, figyelj már nekem, azt mondta a Csajci, hogy valami kárpótlást az tőletek várjak, ami megvárattatok, hát mégiscsak munkaeszköz, stb.
Aztán izé, mondja ott a csávó, hogy hát ő nem tudja, hogy mit mondott a diszpécser, de hogy ez rohadtul nem így van, csak nem akarták elmondani az igazat, hogy 3 napja a kiszállítójuk szarik a dolgokba, és semmit nem vitt be az üzletbe, és most emelte fel a kis popóját, és bevitte. És hogy elvileg mindenkinek lekamuszta a diszpécser, hogy eltűntek a cuccai, és újat küldenek. Ez igen. Ugye? Akkor lehet, hogy ebben a diszpécser vagy kamugép, de hát ez mennyire durva, hogy ja, ez sajnos eltűntek a csomagok. Nem, azt mondta a Diza, hogy nem tudja, hogy nyomozás folyik az ügyben. És akkor a csávó az így mondta, milyen nyomozás, 3 napja nem jött a kiszállító, és most is csak csesztetésre jött. Milyen kontrollert vettél volna? Már itt van. Majd mindjárt megmutatom. Ja, már az a... Nem, hát nem Switchhez kellett, hanem ugye PC-hez. Ja, PC-hez. Aha. De amúgy nem rossz Na hát gyerekek, mire Dave azt kipróbálta. Majd mindjárt mesélek. Mert nincs feltüntetve, hogy elem kell hozzá. Uh-huh. Meg hogy nem tartalmaz elemet a csomag, bár azt gondoltam, azt se tudtam, hogy kell hozzá. Őszintén. Valamiért nagyon akadozok. Nem tudom már megint miért. Közben a rotomot leszedhetjük, vagy egyedül csak én vagyok lent, az bajos. Megyek le, segítek neked. Hát jó lenne, mert 2v1-be, bár mondjuk benyomom a Unite Move-ot. Hogy kell benyomni a Unite Move-ot? Megvan. Pikachut eldobáltam. Miénk, csak meghalok. Lényeg, hogy leszedtem. Erre jó volt ez a darázs, ami szúnyog. És akkor a lényeg az egészben, hogy beletettem elemet, majd nem működött. 6 millió tutoriál videót néztem róla, hogy hogy fog ez a szar működni. Míg Jana ötlete volt, menj le, vegyél elemet, biztos az a baj, mondom. De most tettünk bele elemet, tényleg az volt a baja egyébként. Jó gyerekek, vissza kell szoknom, nem tudom melyik támadást mivel nyomom. Meg mivel hílelek. Én nem tudom, mert halok meg folyamatban, de mindegy. És majd jöhetsz neki, igen, még nem a következőbe, de majd igen, majd felírlak mindjárt, meg felírom a többieket is. És akkor kiderült, hogy jó, megcsináltuk minden, és akkor hirtelen meg működött. Tehát ugye az nagyobb szorít vártatok, de a lényeg az, hogy működik. De ez, amit lekamuzott a diszpécser... De viccelj már, szerinted nekem most volt pénzem márkás kontroller? Nem, ez egy 11000-es no-name kontroller. Ezért haragudtam, hogy mit húzzák így el ennyire. Azért, mert például az Xbox kontrollerekben is ugye van hely elemnek, de alapvetően nem kell hozzájuk elem. Nem, van egy ilyen külön cucc, és abba kell az elem, nem az Xbox részére. Megvan, a rotomot nagyon jól le tudom szedni ezzel, az eldobálom. Amúgy ez a szúnyog nekem ilyen Machamp 2.0. Hát, inkább. Hallod? Széttépem a mamutot. Meg amúgy Charizardot is nyomtam már levele. Tetszik. Megöltek. Pikachut nem bírom, és az 50 labdámnak annyi. Üdvözlünk, a hivatásos Mongufta vagyok szinten. Szia Bea, köszönöm szépen, hogy tag lettél. Akkor ez volt a meglepid. Nem tudtam eltalálni, hogy mi a meglepid. Mármint, hogy nyilván gondolkoztam több mindenben. Én gondoltam már, hogy lesz tagság. Én már gondoltam. Én őszintén kezdtem félteni a maradék 2 egérpadot, de mondom, így még akkor az megmarad. Őszintén ez volt az egyik tippem. Másik tippem, hogy hirtelen meg lesz a 6000, de mondom, az hogy intézné el a Bea? Azon is gondolkoztam, és akkor majd Bea, be foglak tenni téged is a hang cuccba, csak most ma ne kérjétek, tehát az a baj, hogy mondjam nektek, nagyon kicsi a felület kezelő, amikor switches játék van, és majd csak utána tudlak betenni viszont. Hát azért megértele csapnom. De hogy nagyon szépen köszönöm, sokat tanakodtam rajta. Mármint, hogy tag legyél-e? Te akkor viszont megtisztelő. Én meg nem bírom bedobni ezt a rohadt 50 pontot, mert... És használd az emojikat bátran. Amúgy azt szerintem bukta, mert írtósokat dobálnak be hozzánk, nem tudom mennyit dobálunk. Én meg oda se tudtam érni szinte az 50-nál. Én se vittem be még 50-et, de ezt már azért mondom, hogy ez már így mindegy. Na még lenyomunk egy Dragonite-ot. Én valamitekben béna vagyok. Én nem, hogyha jó a csapat, meg én is figyelek, de nem figyelek. Á, majdnem még azért megvertem. Nem baj, kezdő bemelegítő körnek szerintem jó volt. Aki jól érzi magát, majd fejelje meg a like gombot. Halita, Uriel! Szerintem még van kólám, szóval. Ujjaj.
De annyira nem is kaptunk ki, mint gondoltam. Jé, dobtam be 20 pontot, az mikor volt? Annyira sztoriztam, hogy nem figyeltem őszintén annyira. Igazából azt tudtam, hogy hol vagy. Jön a visszavágó ezzel a csapattal, mert ez rajtam úszott el részbe. Majd most következőben jobban figyelek. És aki szeretne jönni, azt felírom. A Nikit láttam, hogy írta. Bocsi, csak nyitok egy füzetet. Ja, egyébként srácok, holnap fergeteges majális, de hogy holnap nagyon hosszú live maraton érkezik. Pati azért aljajózott, mert már tudja, hogy hánykor kezdünk. Igen. Nem még, hánykor? Reggel 7. Megőrültél? Igen. Azaz, igaz, várj, sok a játék. Azon, hogy újra tag legyek, de aztán úgy vagyok vele, hogy 200 forint az semmi. Köszönöm szépen, tényleg nagyon sokat jelent az összes támogatás. Gondold el, mindenki csak egy tagságot vásárol, és már megvan egy következő játékra befektetés, és már tök király minden. Meg hát ez nagy motiváció a csatorna. Például, jó, ezt most mondjuk félig YouTube pénzből vettem, mindjárt megmutatom nektek a kontrollert, másik felét, hát úgy félig, hogy másik felét, ezt meg magamtól dolgoztam túl. 7 órakkal már fenn leszek. Okay. Az biztos. Na, ilyen. Hát nem olyan nagy szám, és ehhez kellett az elem. Én nem tudtam, hogy ebbe kell elem az USB részéhez. Vagy nem az USB, hanem ide. Hát, nekem meg holnapra fel kell szörnyem a kontrollert. Igen. De elégedett vagyok vele, fogása jó, egyelőre jól működik. A célnak megfelel. És ugye wire lesz, és ezért kell gondolom, hogy az elem. Aha. Igen. Vágom. Szerintem jó. Mármint, hogy tényleg amire használom. Nem minden játéknál fogom, mert rájöttünk, hogy Fortnite-ot jobban játszok, hogyha billentyűn vagyok. Hát egyébként ez a kontroller, az hasonlít az Xbox 360 kontrollerére, nem? Az is a neve. Benne van a nevébe. Igen, hát valami ilyesmi a pontos neve, mindjárt mondom nektek, még itt a jótállás. Mondtam nekik, hogy remélem ez nem lesz olyan gyári hibás, mint az előző két hónap alatt tönkre megy. PRC vezeték nélküli Xbox 360 PC USB adapterrel piros kontroller, úgyhogy ja, hát konkrétan. De berakhatom a körszélt ezére. Ha be tudod, akkor be tudod tenni? Igen, akkor tedd be VIP-be meg a Beát is, kérlek. Okay. És egyébként én most játszok esetleg Pokémon Unite. Aha. Akkor először viszont valamennyi szintet el kell érned, mert egyből nem fogsz tudni jönni velünk, vagy nem tudom, hogy játszottál-e. Nem, ez én voltam, csak abba hagytam, mert észrevettem, hogy beleszóltam a mondatba, aztán nem, azt mondom, csak most játszok elsőre újra Pokémon United, hogy ugye régen játszottam már. Jó, semmi csak gond, semmi hello, gond, hello. Ezután megyünk ötös meccseket. Szia, Körszil! Na, olvasok gyorsan. Dave, esetleg csinálhatok majd egy 10 perces montást a mostani live-jaidból, nyilván megjelölnének mindenhol, csak annyira nincsen dolgom. Figyelj, csinálj, és én meg nagyon szívesen meg is osztom, meg be is reklámozom a csatornát, ha megcsinálod. Csak adj engedélyt a továbbosztásra, mert én nagyon szeretem azt, hogy élőben reagálok ilyenekre, hogy tetszik, nem tetszik. Úgyhogy benne vagyok, Diszti, hajrá, hajrá. Amúgy is régen is ígérték, hogy vicces montások, de már mint múltkor elmondtam, hogy 8 órából 7 órán keresztül vicces vagyok, nehéz kiemelni, de hogy igen. Na jó, ezzel annyit nem vagyok vicces, csak 6 órát. Tauri, elmírság, igen, engem nem szeret semmi, nem megy most a mikrofonom, végre elindult. Oké, próbálok olvasni, hát akkor korán kell kelni. Na igen, folytatom mindjárt, hogy mi hogy lesz. Jól néz ki. Tehát 7 órától Tauriánél beállítom egyelőre, hogy onnan fogok olvasni. Tehát, hogy 7 órától lesz egy 2 óra hosszás, az még nem a 12 órás live, hanem egy ilyen kis előzetes Fall Guys, mert ott Sonic event van, és én rohadtul megszerettem a Sonicot. Tudom, nem volt még nagyon Sonic a csatornán, de ami késik, nem siet, mint a Sonic. Na, ezt köszönöm szépen ezt az létesítést. Úgyhogy tényleg, én meg fogom venni, most lesz az első, hogy mióta ingyenes lett a Fall Guys, én vásárolok bármit is benne. A Dr. Eggman rohadt jól néz ki, mint skin, és ezt meg fogom venni holnap reggelre kezdésre. Ben van az Eggman. Igen? Szóval konkrétan Sonic skinek jönnek? Nem jönnek, ben vannak még 5 napig. És van egy Sonic pálya, ahol gyűrűket kell gyűjteni. Azzal fogunk játszani sokat holnap. Elnézek majd. Én ma kipróbáltam, nagyon fajn, fináléztem, csak nem nyertem meg. Kikresselt a Unite. Ó, ne! Az baj. Pati mindenki kikresselt. De Pati, mindig ez történik, múltkor nem is tudom melyik játék. Ja, az Aónál is folyton ledobott téged. Igen.
de mondjuk a live előtt a wifi-ben szarakodtam fél óráig, szóval. Ó. Úgyhogy a Sonic miatt itt teszek be egy pluszot. Benne van a izé is, tehát a Tails-e együtt van az Eggman akcióba. A Tails skinnel, és külön van a piros meg a Sonic egybe szintén. Megéri szerintem, tehát hogy tényleg jó, aki szereti, az összeszedi. Meg a sima Sonic is meg lehet szerezni, és a Sonic cipője a feladatok teljesítése végén az utolsó jutalom. Elég. Most pont valamelyiket néztem meg a Sonic 2-t egyébként. Nagyon jó, én moziban néztem, nekem nagyon tetszett. Én láttam angolul is, meg magyarul is. Aha. Meg az egy is tetszett, tehát hogy én igazából maguk a filmeket nagyon szerettem, meg régen Szegán, amikor még nem volt saját gépünk, vagyis hát csak PS-ünk volt, akkor én Szegán rengeteget Sonicoztam régebben. Azokat adták ki az Origins-ben. Nem tudom kinyomni azt a konfirmos szart, mit nyomjak meg, Baxi, vagy bárki? Jött, hogy hiekre. Jött telefonra ilyen Sonicos játék, ilyen régi játékok vannak benne, régi Sonicos játékok. Régebben jött még, de most is felmalasztam. Hosszan nyomjak, vagy haló, hát képernyőmről el szeretném tüntetni a cuccot, mert zavar. Nyomd a pluszt meg, és utána nem tudom, meg a jó, választani. Jobbra baszt? Aha. Hát ugyanúgy ott marad. Nem tudom, miért dobott ki. ZR, hát azt nyomom és semmi nem történik. A pluszt elsőnek, utána a ZR-t. Azt csinálom, semmi. De úgyis az összes enemy fent volt nálam. Tehát plusz kell hosszan megnyomnod, és utána meg megnyomod, ez vagy az ER-t, vagy az ER-t. Ja, hogy hosszan, azt nem mondtátok. Igen, sorry, csak én közben itt koncentráltam a túlélésre, ami végül nem sikerült. Leütöm a rotomot, és hát ütjük. Mindjárt olvasok utána a csetet, és köszönöm el a 400 forintot, srácok! Úgy látszik, beindult a donate vonat. Bea indította, aztán aki szeretne csatlakozzon. Tehát ott tartottam, nem bírtam gyerekek még végigmondani, mert annyira rámentem a Sonic témára. Tehát, hogy holnap azzal kezdünk, utána Fortnite-ozunk egy-két-három órát, utána Guzguzdák, utána Gartic Phone, és Lollal zárjuk a napot. Gartic Phone, az van telefonra? Az jó kérdés. Asztali módban van csak. Hogy értjen asztali módban? Hát az neten van. Igen, netes. Ja? Jó. Nem bírom behozni. Az ilyen rajzolósos cucc. Emberek, bedobott a játék. Azt tudom, végre. Csak nem tudom, hogy telefonra van-e. Hajrá, most még jó állunk. Pati gyorsan fejlődj fel, igyekszek bevédeni ezzel gyorsan, a szúrókkal. De jó szar, hogy a Pati miért nem kapott addig XP-t vagy bármit? Hát kap, csak meg akad a fejlesztésnek a izéje, aha, hogyha nem változik át. Úgyhogy ez a holnapi terv nagyon hosszú, meg nagyon sok, de én már nagyon várom. És előre is elmondom nektek, hogy jövő héten egyedül leszek itthon 5 napot, mert Jana gyülekezettel megy segíteni a Balatonhoz. Sajnálom, hogy én nem tudok menni amúgy, de cserébe viszont lesz majdnem ugyanilyen nagyon hosszú live is talán kétszer. Az egyik az Switch-es játékok, tehát haladunk újra a pokés játékokba, meg talán ott Sonicozunk is, és a másiknál pedig ugyanilyen csapatos játék lesz hosszan. Nem mondom, hogy egy 24 órás, de hogy majdnem vetekedni fog vele akár. Ha meg elérnénk a 6000-et közben, akkor nyilván. Hogy tud a Zapdos ide becseszni? Hát sehogy. Hát... Meg kell támadni. Támadtam és nem történt semmi. Témi. De ne, a célozd meg konkrétan, hogy hívják ott. Állj szélre és úgy, így. Azaz. Oh. Ez a szúnyogszerű Pokémon, szóval nem olyan annyira ismerős. És nem tudom honnan. Benne volt a Sun and Moon-os Baxi, vagy melyikben? Jó, tényleg! Igen, és most lesz a Go-ban is majd augusztusban. Tényleg, azt hiszem egy Ultra Beast, hogy jó volt abban. Igen, egy Ultra Beast. Vajon még ezt be tudom vinni, ezt a pár lastit? Ők is dobják be épp otthon. Hány Ultra Beast volt a Sun and Moon-ban? Benne van a 20. Nem tudom. Hát ez szoros lesz, az biztos. Tauriel írja, az de jó, itthon vagyok és itt leszek, amúgy is visszanéztem egy csomó live-ot, rá vagyok függve a csatornára, köszönjük szépen, ez jól esik. Mint egy e-mailes terméknév, ne, hell, igen, köszi a 400-at még egyszer, S. Amúgy van elképzelésed, mi lesz a harmadikban? Mint milyen harmadikban?
Szép GG. Mert GG sem emoji. Szerintem a Sonic 3-ra gondolt. Ja, hát én bízom benne, hogy az Amy-t még nem lövik el, és akkor lehet egy negyedik film. Hát szerintem behozzák őt is. Én bízom benne, hogy külön filmet kap. Nem tudom, mi lehet a keret sztori. Biztos lesz negyedik rész egyébként. Ez biztos, hogy nagy ütközet lesz benne. De kíváncsian várom, nem tudom mikorra készül el egyébként. Már megvan a premier dátum, 2024. december. Ó, december, jó, jó. Az igen. Az lesz a harmadik rész? Aha. Igen. Szeretném, hogy Jim Carrey még visszajöjjön. Hallottam, hogy nem akar elvileg. Most behívok olyanokat, akik még nem voltak, és újra lehettek majd Baxi meg mindenki, tehát hogy várjál, okay. még bőven megyünk. Ki nem volt az előbb? A Bea nem volt. Beát is hozzáadtad, Pati? Niki, meg a DKG csapat, neked mi a neved? Bejelöltél már? Igen, most lépjében mindig nem vagyok. Nem értünk semmit, mert akadozol. Most lépett be, azt mondta. Jó, jó. Hello, szia! Hé, most úgyis épp photoshopolok egy emojit. Igen. Jó az. Mit, a Fasil TV-t? Nem, nem, most még a United szerverre mennek United új emojik. Ja. Jó, az közben köszönöm, hogy megosztotta első és Luce is, hogy megy a live. Úgyhogy holnap ilyen kemény fába váljuk a fejszét, hogy hosszan live-olok, de úgy vagyok vele, hogy most annyi minden van a játékokban, és külön-külön nincsen sok időm. Hát ez nem csak 12 órás, hát 14 hanem 14 is akár, de, attól, de benne van, hogy közben megakad, újraindul a gép, bármi olyankor, hogy nyilván szünet lesz. DKG-be vagyok neked jelölve? Igen. Okay. Nem sikerült csatlakozni a szerver az előbb. Nem sikerült csatlakozni, értem. Egyébként jól lehet érteni, már nem akadozok? De akadsz. De akadozom. Kicsit meg ilyen robotikusan megakad a hangod. Ilyen eltorzul állam legalábbis. Felelhet az interneted. Igen. De nem baj. Akkor addig behívok más, hogy pörögjön a dolog, jó? Rám. Hát akkor figyelj, melyik öltök jön vissza, mert akkor viszont jöhet egy visszatérő emberke is. Nekem mindegy. Baxi, Pati, Körcil, melyik öltök? Mindegy. 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 Jó, akkor jöjjön a Baxi, mert pika módot megyünk, bemutatjuk milyen. Ó, pika mód az nagyon jó. Nagyon cuki, de ez az egy, amit nem játszok hanggal a munkahelyemen, mert megőrülnék a rengeteg pikázástól. Vagy, de az már a Pikachu sem. Igen, egyébként a nagy Pikachu nagyon ijesztő, mikor megszólal. Igen, én attól, mikor egyszer így Dave Random hívott, ott én behostam tőle. Na várjátok, nekem az kell a másik füles, hogy én is halljam. Jó, a telefon. Jó, ebbe annyi be, hogy mindenki Pikachu. És sok Pikachu-t kell legyőzni, és a nagy Pikachu a boss. Jó. Akkor hát még nem játszottatok a Söldös Hírdel. Ja. Abba volt a Dynamax Pikachu. Tudom. Szóval milyen Pikachu-t győztök le, más-más képességekre tehettek szert. A szörfös az egyik legjobb, azzal nagyon gyorsak lesztek. Igen. De van olyan, ami folyamatosan villámokat szúr az ellenfelekbe, hogyha legyőztek. És van olyan, ami meg ilyen buborékot ad rátok. Baxi, akkor te megváltottad a gondolataimat, hogy végre. Tehát hogy nem értettem, hogy tud ennyiszer villámot szórni, és fingom nem volt, hogy mást ad. Úgyhogy ezt köszönöm. Szóval attól függ, hogy milyen ruhája van a Pikachu-nak, amit legyőztök. Nem menőzésből, de azért mégis az elektromos Pikachu, a rocker Pikachu, ha már megvett. Szintén. Na jó valakinek! Hát csak félj! Na igen, nagyon. Valamit a háttérbe zárj be szerintem. Na, öregasszony Pikachu, én úgy hívom a kalapost. Ja igen, volt olyan, hogy egy full csapat volt ellenünk, ami csak ilyen öreg asszony Pikachu volt. Nagyon becsapós amúgy, meg volt olyan is, hogy csak sima Pikachu, és mondtam, hogy aha, melyik az ellenfél? Hát igen, ez a mindenki. De amúgy szép meg minden, tehát nem leszólásból, csak kicsit hasonlít az ilyen, egyik magyar sorozatban volt valamelyik karakter. Kények! Én lentre, be akkor menj Baxival. Lényeg az, hogy minél több Pikachu-t meg kell ölni.
Fájdalmasan adnak, de a ruhás Pikachu-k adnak különböző képességeket. Lesz szörfös Pikachu, azt tudom, meg Luffy is, nem van ruhás, tényleg. Szörfös az, amit mondom, az nagyon faja, mert az izé, az felgyorsítja meg. Melyik adja a villámosat? A villámot, az valamelyik sapkás adja. Én most ilyen védőgömböt kaptam. Akkor másik sapkás, hogy köszönjük! Jó! Ez valamelyik sapkás, jó az, hogy valamelyik lesz. Meg itt nem annyira merek előre menni, Baxi, itt átmegyek, ha előre, az simán szétver a két Pikachu, én ezt nem is értettem. Most már nem, most még rosszabb volt. Még rosszabb lesz. Azt írja nekem, hogy izé, jó minden. Egyet leütöttünk, nagyon jó. Én amúgy mindig ezt a fesztiválos Pikachu-t hozom. Is izé igazából, hogyha buborékot vagy izét ad. Igen, lent vannak hárman. Bocsi, Niki, de be kellett lopnom a bogyót. Várjuk. Jézusom, ekkora Pikachu! Már bejött akkor a giga... Gigantopp, ugyanaz mint az Abdos. De én attól behol sem, amikor így megszólalsz, hogy Pika, Pika. Nem, meg fogok halni! Mondtam. Nem figyeltem a védekezésre. Én ne hallj meg, az nem túl effektív, ha meghalsz. Nem mondod, főleg ha bedobhattuk volna a lastit. Ilyen Pikachu-s módot játszunk már akkor is, hogyha én is benne vagyok, mert lesz, tehát azért mondom, hogy felváltva lesznek a módok, meg majd lesz, hogy öten is tudjunk játszani együtt az a mód is, tehát hogy azért terve van, igyekszek mindenkire is időt szakítani, meg hogy mindent kipróbálgassunk. A sajnáltam, hogy most a bossrás mód pont nem a héten van, tudom, hogy múlt héten volt. De a bosszrás az annyira jó, kivéve akkor, amikor hárman afkolnak. Volt a Patiba olyan meccsünk, hároman afkolták végig, szerintetek? Hát igen, nem kicsit rage-eltünk, én soha. Nem bírom bedobni. Hülye Pikachu-t szakadjon belé 6 millió tonna nápoi. Hát hogy rohadjál már szét! Nyugi. Nyugi. Na végre bedobtam. Úgy érzem magam, mint én lennék a Michael Jordan Pikachu formába. Pika Jordan. Pika orosz, az új setupot hoztam a Pikachuhoz, nem ez kell. Jó. Nekem ilyenkor durva, hogy a Pikachu mennyire erős Pikachu ellen. Én amúgy ugye a fesztiválos kinézetű Pikachu szoktam mindig hozni, amit elneveztem Yoimi a Pikachu-nak. Az is jó. Most a jobb esetleg? Még mindig robot. Ebből semmit nem értettem. Azt kérdezte, hogy most jó-e? Nagyjából értettem. Ja. Yeah. Valami nem lesz jó nálad. Vagy szar a mikrofonod, vagy nem tudom. Vagy a nettel van valami. Dave, megidézted Nápolyt itt van a cseten. Szia Nápoly. Ez az, szia Nápoly. Megidézted. Yeah, Nápoly. Pont most mondtam, hogy szakadjál bele a Pikachu-ba. A nápa is a mojival. Bejött a nagy Pikachu, hallottam. Most esetleg jobb? Igen, egy picit. Kicsit. Bejött, a, nagy, bejött a nagy Pikachu, vagy pedig Baxi sóhajtott egy nagyot. Egyből rám. Először jött a Sword and Shield, először láttam, vigyottam a Pikachu-val. Akkor fel is vettem videót. Ki volt, aki meghalt közülünk? Én haltam meg be, írtó gyenge a Pikachu. Mik ezek a 20 emblémák egyébként? Hát azok ilyen tazók. Különböző dolgokat tudsz vele beállítani. Baxi elmagyarázta már két live-ba, de én nem jegyeztem meg őszintén. Én se. De hasznos meg minden. Ez az, gyorsan még ezt vigyük be, gyerekek! Begyorsultam. Hozzad, mert Maliban életem nekem is. Hozom. Megvan. 72 pont. Megyek. Jó, ütjük. Jó, még 6 pont. Ami 12. Még 20. És még egy, ami 2. Azaz. Én ma kaptam egy ilyen ezüst. Nagyon szép. Ilyen, nem tudom mi ez. Közben mi újság van, Nápai, hogy telt a napod, hogy miért nincs még live, elkezdtem edzeni és elkéstem. Oh no! Ez az nagy ulti! Gyorsan! Gyorsan, ez gyönyörű! Ott a labda! Gyorsan! Ben van! Nincs ben! De! Plusz 16 utolsó másodpercbe! GG!
Szerintem nyertünk. Igen, amúgy a napokban volt olyanom, hogy 2 ponttal nyertünk. Minden pont számít. Minden 1 pont, amit Dave szokott csinálni. De tényleg az 1 pontok is számítanak, miután volt olyan, hogy 2-vel nyertünk csak, és a Zapdos is a miénk volt. Ez hát ezt jól lenyomtátok. Igen, és akkor ezzel a csapattal még jön egy másik módos, ugye nem a pikás, és akkor utána megint cserélünk, jó? Na, amúgy mekkora fan lett volna, ha G-Maxot is úgy lehetett volna használni minden, mint Ketchumben. Jó, hogy át tudná alakulni a pikálvá, vagy mi? Nem egészen. Jaja. Hú, hát az durca arra lenne. Lehetne a G-Max Pikachu, és ott az óriás Pikachu, a Pika, végig trappolnál a pályán. Yeah. Mondjuk figyelj, hát a Regigigászhoz képest nem nagy különbséget érzek. Tehát, hogy ennyi erővel lehetne. Jól, tehát a napom keresztrejtvényeztem, volt angol órám, az tök jó. Én pihentem. Ú, most olyan vagy, mint Artuditu. Csoda, aki érti. Artu. Na, szóval akármkodik. Ha lesz egy Streepionk, akkor ő majd fordít. Én itt elizé chillezek a Pikachu sapkámmal, a szilvalmat bámulva, amire nincsen teste. Most hozhatjátok azt a nagy szúnyogot, most egy körre nem azt hozom, hanem behozom az Espiont. Hozok én. Nekem az hozom most én lehet összegyűjteni. Ez az tiltani való. De rosszat de tiltottál, a nápoi tiltottad le. Basszus, bocsánat, nápoi. Jaj, hogy kell feloldani. Végleg letiltottad a nápoit? Remélem, hogy nem. Na. Nem, bocsánat, nápoi. Nem vissza tudja hívni a tiltást. De Kentát is letiltottad? Mert mit írt? Nem tudom. Már én sem tudom, nem, mert nem tud írni, sem. Tud írni, de nyomjál a modiként, kell, csak figyelj oda, hogy kire nyomod. Nagyon gyorsan írt valaki, és nem tudtam, De mit írt, amit ennyire ki kellett törölni? Ja, csak spammelt. Semmi, csak valaki spammelt, és és azt írta, a Maddox egy szar. Igen, valaki szóval gyorsan írt. Várjatok, hagyd mondjál be, elég, ha törlöd, nem tiltani kell egyből. Jó tanács egy régi moditól. Ne kapkodj. Oké. Olvasd végig, hogy miket írtak, és csak utána hát törölj, akkor kell ilyet, hogyha mondjuk valami nagyon obszcén neve van, akkor nyilván, de hát, hogy igen. Előfordul. De nem szabad kapkodni, tudom, tapasztalat. Igen. Úgyhogy képzeljétek el, amúgy, hogy Espeon lett az egyik kedvencem, és még Gliseonnal szemezgetek, mert amúgy Espeon vs. Gliseonban mindig szarrá ver a Gliseon, de a Sylveont félre raktam, mióta bejött az Espeon. Mert hát megtaláltam benne, mondjad Körci. Én már 2 hetet elvittem Sylveont a kispadra. Mert megtaláltam benne azt, hogy megvan az az erő, amit én szeretek ilyen tankként előre menetbe, és igazából nem is kell céloznom se, és bitang jó tud lenni. Most esetleg valami változás történt. Most jó! Igen. Most jó. Na, megvan, mi volt a baj. Na, mi volt? A Pokémon Unite töltött valamit, és az a netet azt egy kicsit megviselte. Ó, de ennyire. Szóval most megfogtam leállítani. Nézd meg, hogy nem bírom bedobni a pontot, hát komolyan már. Üssed. A letöltésről jobb lett, hogy leállítottam. Elrontottam az egyik képességemet, rosszat vettem föl. Jó, szedjük le a rotomot, próbáljuk meg hát, ha miénk lesz. Valaki jöjjön lentre gyorsan a Ninetales, köszönöm. Ezt meg kell jegyeznem, hogy letölteni. Elcsesztem. Tehát, hogy ennyit rólam, amikor baj van. Szedd lenni ki valahogy. Most akkor még egyszer megkérdezem, az óriás Pikachu, amiről beszéltetek, az a Gigantamaxot Pikachu igen. volt, vagy? Igen. Az azt hiszem az animében is volt. Baxi, ki van itt? Igen. Na? Na ki jött, Baxi? Igen. Falak úr, hát üdvözletem! Szép estét, Falak úr, Falak Gábor úr. Visszajár, hűséges vendég. Az a baj, hogy ma nem merek ma tiltani, szóval ma már az este bizmomod itt. Es egyáltalán? Ja, itt van. Nézd a Dave de paraszt. Itt van egyáltalán, dolgozik. Ennek a srácnak tényleg ez a hobbija, mert úgy látom, hogy a nevei is mind más-más youtuberek, akiket valamiért nem szeret. Igen, de legalább minket szeret, nézd a jó oldalát. Megjövedem, igyelt! Igyelt létrehoz egy kutyát. Igen, napolj egy troll! De tényleg? Kérdejétek el, hallottam, hogy Fortnite-ban lehet Halloween season lesz a season 4. Úúúú.
Mert Fortnite, mert pont arra esik. Na, tök jó. Én mondjuk azt hallottam, hogy megint tele lesz Marvel-es cucca, de majd meglátjuk. Nem. Szerintem nem ismétlik még egyszer meg azt, mint 12-ben csináltak. Elég volt. Mármint, hogy én szeretem meg mindent, de bőven sok volt. Jövök? Nem tudom, hogy kell hazamenni. Most vannak bent. Gyorsan Minkem. Bedobni a labdát, nem fogom tudni, mert rám jönnek. De! Ha-ha! Leszettem! Az abszolút nem szépeláz minket odafönt. Spongya, Bob? Ez ugyanúgy a falak? Nem. Hát ki tudja, de mondjuk full caps-el írt, csak nem néztem, hogy mit írt. Az, hogy noobok vagyunk, gyerekek! Na problemo! Nézd, elmorzsolok egy könycseppet, nem jön. Olyan meleg van, már lecsurgás közben elpárolok. Hát szakíts meg, ez az. Megszakítottam minden kapcsolatot a rotommal. Azt a könycseppel. Azaz. Próbáltam feltartóztatni. Itt mennyi labda van fönt, srácok? Csak be is kéne dobnunk. Ott van, vagy 80 labda. Csak ne jöjjenek rám, akkor benn van az 50. Benn van az 50. Most valaki azt írta, hogy nubok vagytok, vagy mi? Igen. Igen, de most azt mondja, hogy pők vagyunk, szóval nagyon király. Ja, hogy pró, figyelj. Azért, mert én... Gyorsan azért változik. Azért kérdeztem, hogy most már nem merek kilépni a Pokémon Unite-ból. Mert figyelj, hogy... gyorsan változik, mert ha nyerünk, akkor prók vagyunk, ha nem nyerünk, akkor nem. Ennyire egyszerű. Új, te gyapszol. Izé, ránézek a live-re, ennyit látok, hogy valami ott így pattog a izénél. Jó lenne, segítenétek fent? Áh, leszedtem az abszol, de a genga... Nem szedtem le, túlélte bakker. 5 pont kellene föntre. 5 pont. A live kb. Meddig fog tartani? Kb. Olyan 8-9. De inkább 9. Ó, simán. Jaja. Jó lesz. Spongya Bob, látom neked fort is a profilod. Pro vagyok, látod? Még ezt is felismerem. Bikini fenékről följön fortizni. Amúgy az durva lenne, behoznák a Spongya Bobot Fortnite karakterként. De mondtam, hogy én egy Pikachut kérek oda. Bizmos Spongya Bobot Fortnite karakterként. Nem, mert rakják a Smite-ban már bekerült ilyen Nickelodeon karakterek Smite játékba. Aha. Be kell rakni ezt a Mega Pikachut és ott így... ha kilő valakit, akkor így megszólom, hogy pika. Én az a baj, hogy nem érek oda. Jó, azt elbuktuk. Hát igen, az a legjobb probléma. Nézd meg, most értem ide, amikor már lejárt. Pedig 50 labdával szép lett volna. Hát ez lose. Igen, ezen a pályán nem nyertünk még csapattal. Lehet, hogy majd kell egy olyan csapat összetétel, ahol mindenki pro. Bea, nem lett pont. Akkor így ilyen. Nem. Szomorú. Mi történt? Folyamatosan öltek téged is? Uh-huh. Próbáltam felszedni azokat a Pokémonokat, de azért GG. Elég pusztak. Nem baj. Attól nem jött össze a világ. Mennyire tetszik a neve ennek a gyereknek most? Be kell gyakorolni, és jó lesz. Ez így van. Minden játék szinte gyakorlás kérdése alapvetően. Butterkatze. Na, Spongya Bobnak a neve lehet a Baxa utal. Ja, lehet. Ez volt veletek a második kör, akkor most újra cserélünk embereket. Visszajön a Pati, Émi, meg a DKG csapatot megnézzük. Addig kiléptek, hogy könnyítsétek? Köszönöm. Most már benn vagyok, szóval tudok menni. Oké, melyik a neved? DKG alsó van a csapat. Megvagy. Megyünk veletek is egy ilyet, egy Pikachust, és utána megyünk egy olyat, ahol négyen tudtok jönni. Én még mindig Deciduelt használom a legtöbbet. Rendben, Pati. Kedvencem. Meg akkor Émi. A láthatatlan testű Sylveonommal jövök. Jó. Varázs Sylveon. Igen, hát bugol, és így nem mutatja a testét. Meg a brokatest. Azaz. Én hozok most egy Defendert, mert van egy olyan küldim is, úgyhogy... Azzal a játékmódban se játszottam még? Igen, vannak. Meg cserélik most már, azért sokfajta játékmód van, amit tök jó. Minden héten más. Aha, én mondjuk még mindig szeretem azt a kicsi parkost, ahol hárommal játszunk három ellen, és középütt lehet feladni. Ahol ugye csak bele kell dobálni a... zégbe. Nem, az a virágos, azt én szeretem, az olyan egyszerű, 5 perces. Hát jó van, én abban vagyok a legbénabb.
Mi? Mi történt? Várjál, nem látott még engem rédzselni. Ó, majd holnapi live-ba gyere. Ó, majd a holnapi reggel 7 óra. Holnap, Én már félek a holnap reggeltől. Én nem a reggeltől félek, hanem hogy estére hagytam a lolt. Olyan agyhalottan fogunk lolozni. Hát még reggeli rédzsel és ezt fel fog kelteni. Az én, biztos. Én próbáltam letölteni a lol, de nem sikerült, mert megállt a izén. Niki, nem tudom mit csinál, de azt írta, vérzik a szája. Vigyázz magadra, vagy lehet, hogy csak kikapart valamit. Nem ütögess magadat. Hát, vagy a Mammoth Swine-t hozom. Hát szerintem azt. Niki, ne ütögess magad, hogy megütögetlek én. Hozzuk a nekem magukat. Meg jó hír, hogy nyár elején vérzett az orrom sokat, de azóta már egyszer sem. Na hát, az királyság. Elmentünk orvoshoz, és megorvosoltak. Jó tettétek. Valami baktérium volt az orromban. Van olyan. Az igen. Meg van, akinek idegességtől vérzik, meg hasonló. Na, én véletlenül belenyomtam egy ilyen zsepit az orromba, és ezért vérzett az orrom. Meg az amikor igen. Kikaparod ezeket. Az nem jó ötlet. Az nem jó ötlet. Azt hittem, Pati, azt hittem. Igen. Na, Szilve... Én nekem egyszer vett, mert azért vérzett az orrom, mert megütöttem, mikor legyet próbáltam lecsapni. Ó. Oh. Pedig a szilvek után hamarabb marad vér. Hát mondjuk én majd... Lecsaptam egy akkora legyet, amit már vagy 3 napét kergetünk a házba, szóval nagyon jó. Az igen, erre a darázsa rengeteg, de mondjuk hála az égnek nem jönnek be. Szia Zsombi YouTube, bocs, hogy nem köszöntem, csak ma agyhalott vagyok csetet olvasni, holnapra ezt orvosolom. Én meg mindenre másra agyhalott vagyok, mert most fel vagyok pörögve természetesen. Igen, azt Pati elárulhatja, hogy megivott mennyi kólát ittál? Hát egy fél literes kólát. Na és nem szokott annyit, úgyhogy... Nem, csak egy ilyen fél literes kólát szoktam meginni. Ú, Pati, nem tudom, emlékszel, amikor Davidnél voltam tavaly. Akkor talán... én mennyi kólát, meg energiaitalt ittam. Nem tudom, mi honnan volt. És még mindig van kólám. Azt hittem, meg, azt hittem, azt mondod, és még mindig van Dave-nek kólája, mert nincsen. Azóta sincs. Most nincsen. Nem, volt, de most... Már, de már! Szemét! Jó van, akkor haha! Megöltek. Ó, nem bírtam bedobni ez a hülye eldegossz. Nekem az csöztől vérzett az orrom, egyszer munka miatt. Ezért orra random itt elkezdett pattogni. Én neki rohantam az ajtófélfának, azért vérzett az orrom. Itt van alul egy, izé... Van alul egy... Azt kettem. Hát jövök, csak én halott voltam. Üthetjük a rotomot, csak... Először Szilveont le kéne szedni. Jó, üssed, nagyon pró, király. Pati, menj vissza a hírért. Gyorsan dobok. Szerintem is. Az a miénk, nyugi. Ráugrottam. Most kellett volna rá lett John Cena-zva. Na várj, ezek nem szedték össze az éjpomokat, tiszta. Én anélkül is meg tudom csinálni, hozom. Hogy neki megyek az ajtó félfának, szóval. Hopp, 30 pont. Ej, bocs, benyoltam. Na, itt van ez az a kabátos mamut. Mindenki itt van fönt. Jó, gondoltuk, mert lent az égvilágon senki nincs. Igen, mindegyik így rám jött, meghaltam. Konkrétan az egyetlen. Leszedjük az Abdos lent, gyere. Megyek. A Rotom így fogta magát, és így visszament. Utána meg pont jó is lesz, mert jön a Rotom. Baxi is sokat deciduáljozik, nem? Vigyázz, jön az ellenség, taposok. Én szeretem a deciduáit. Jó, megvan a... Jó, rendben. Megvan a fenti Rotom. Vigyázz, itt vannak nagyon üssedőket. Meg a béna... Most lent van minden bakker, Jó, egy megvan. Pati, gyere vissza. Megyek. Ez bajos. Próbálkozok, de meg fogok dögleni. Muszáj felhílelnem magam. Oké. Gyorsan ütöm a izét. Jó, nagyon szép. 40 pont. Itt van lenne nagyon sok pont, és a Rotommal visszük befelé. Már nem van ott van. Átalakult a madárra. Oké, hát nálunk lejárt a madár alakulás, de a harcban nagyon kellett a DKG-nak a Zapdos. Hát, végülis mindig meghalt, szóval... Én nagyon meg meghaltam. Nagyon jó, 45 pont. Ezt így dobáljátok. Dobáljuk is. Én meg ott meghaltam az 50 pontom, ma van nálam ez 31. Az?
Jó, még 17. Reméljük, még oda tudok érni. Gyere, tartjuk a frontot, legalábbis próbálkozunk. Nem, meg fog halni. Meghalok. Rohannak megyek. Én próbálom leszedni ezt a jeges cuccot. Vigyázz, Pati, menjél. Dév, én azt egy asztalnak hívom, ami ott van. Igen. Nekem hirtelen nem jut eszembe, ja, avalú. Amúgy oda van hírva, de... Ja, tényleg, igen. Jó, pedig az egy meg könnyen megjegyezhető lenne, mert avalag, ugye a segg. A jeges fené. Ez az én békafasztal. Ez eddig eszembe, ez se jutott. Igen, tehát mondtam, hogy ez itt azért már végén eléggé pervezett, mert ugye utána ott a kedvencem. Azért benne szedik a recsik, igaz? Látom, másik kedvencem a goliszopod, meg a kurszola, tehát hogy igazából ott már kicsit elengedtük magunkat. Ez az én vég az asztal. Mondom, fel vagyok pörögve. Nem baj az. De amúgy a goliszapot tök erős poké, legalábbis ahhoz képest, hogy egy bogár. Én ebből a kedvencem. Jó, én dobálom szerintem, a pontokat. Szerintem holnap felkelek, megiszom a kólát. Na mi volt veled, Niki, mesélj, azt mondja, nem fogjuk elhinni. Na meséljé. Na, talán elhisszük. Véne szaur, állj már meg, hogy megöljelek! Már megölték. Nem, pedig. Meg akartam nyomni. Bocsánat. Összeveszett egy nyomkodt albumokat, hogy akartam tüsszenteni. Még gyorsan dobjuk be! Gyorsan azt a izé maradék. Megvan a 9. Én nem fogom ezt tudni bedobni. Én sem. De ez az. 64, mert duplázat. Én nem tudtam bedobni. Én 18-et dobtam. Nálam volt 30. 32-t. Nálam 32 volt. Nagyon jó, ez kellett. Szóval megvan, ez easy. Az van, hogy nálunk bedobta 200-at. Akkor is megvan. Na végre itt is nyertünk. És megpróbálok nem leesni a székről azért. Jól teszed, jól teszed. És akkor veletek még nem mentünk Pikachu-s, ugye? Igen. Igen. Hát akkor jön a Pikachu-s. Amúgy a szólóban én nagyon nehezen tudok benne nyerni, tehát hogyha egyáltalán nem ismerünk senkit, akkor nekem ott olyan szutyok meccseim szoktak lenni. Hát a Pika-Pika az... Nekem is borzasztó meccsek voltak, de hál' Istennek a küldetéshez elég csak játszani, nem kell nyerni. Ja, azt nem figyeltem, jó van akkor. Akkor csak Pikachu-t leszünk. Csak Pikachu-k, igen, annyi, hogy választhatsz kint a skinjeid közül, hogy milyen Pikachu. Pikachu-ban nem szoktam játszani, szóval nagyon béna leszek. Én is az vagyok. Én elel vagyok vele, de nem a kedvencem. Egyszer játszottam Pikachu-val, az is a tutoriál volt. Most nézem, szegény karakterem majdnem termokabátban van. Tényleg! Mindenki más ilyen rövidnadrágban, meg rövidújúban. Igen, beöltöztettem. Táborban vagyok, cuccaimat bezárjuk öltözőbe, mert mentünk enni. Amikor visszajöttünk, azt látjuk, hogy 1000 táska közül valaki kotort a táskámba, és a pénztárcám helyett ellopott belőle 200 forintot. Hát egyrészt szégyelje magát, másrészt vigyázz a cuccaidra. A 200 forint az elég egy tagságra? Látod? Ellopott egy tagságot. Ellopott egy tagot. Ellopott egy tagot a szemét. De vigyázz a cuccaidra. Nem tudsz venni buborékfolyót? Én most jó kedvem van, mert nekem tegnap volt az, hogy munkahelyen extra prémiumot kaptam. Már nem a munkáltatomtól, nehogy azt higgyétek ám. Hanem csak segítettem az egyik lakónak, és hát ugye azt tudni kell, hogy nem szegények laknak ott. És akkor mondta, hogy ad egy kis aprót, és oda ledobott az asztalomra egy ötöst. Egy kis apró. Na szerintetek kiutoblok? Tehát, hogy az 5000-es az apró, ahol én dolgozok, és azért az jól jött, mondjuk úgy. Nekem van egy olyan skinem Pikachu, amiről nem is tudtam. Konkrétan kifizette a kontrollerem felét, ha azt nézed. Jó, megdolgoztam, értem, mert bútorokat vittünk föl, meg minden, de ezért tök jó. Tehát ez mindig úgy működik, hogy a lakótól függ, hogy most ő ad valamit, vagy nem. Én meg mindenkihez úgy állok, hogy segítek. Oké, Patival összeöltöztünk. Arra tippeltek a többiek, hogy egy patkány lopta. Azaz. Ja, hogy itt a... Ja, hogy a wild pokémonok is Pikachu-k, jó? Igen. Minden Pikachu. És majd Maxi, elmondod még egyszer, hogy a szörfölő Pikachu és melyik mit ad? Mert lesz szörfölő, meg ruhás Pikachu. Én csak azért hangosítottam most fel a játékot, hogy halljam. Igen, még Maxi előtt elmondom, alapból vannak a nudista Pikachu-k, őket látjuk itt.
Ezt észrevettem. Itt egy ruhás, egy ilyen sárga ruhás. Na itt zöld sapkás, szerintem ez lesz, amit mondott a Baxi, mert előbb nem zöldet öltem. A zöld sapkás, megölitek a zöld sapkásot, akkor elektromosság vesz körül, nézd DKG csapat, és folyton rázok. Ja, meg itt a sárga sapkás. A sárga... Jaj! Mindjárt megvan az egyik pika! Ez az, megöltem! Na, én megtaláltam egy szörfeset. Jó, akarsz. Megvan mindkettő, vigyük a labdákat. Oh my god, itt a nagy pike! Mi? Már itt van? Aha, igen. Hó középre. Pont mellettem így leszpónolt. Nagymama. De én hallani akarom. Nagymama Pikachu. Nem van véve a hang. Az vigyázz, csinál ilyen nagy földrengés támadást. Igen, látom, meghaltam. Mekkora ez? Hát ez very big. De én nem hallom. Szavasz. Azt a Filipet öljük meg, nagyon jó, nagy pika. De én nem hallom a nagy pikát. Mindjárt megvan, nagyon szép, vigyük gyorsan, én megyek lentre, valaki vigye föntre. Nem csak a kis pikákat hallom. Meg is van, DKG-val leszettük a lentit. Én ilyen vizet húzok magam után, húztam magam után. Az a szörfös, aha. Az gyorsabban futsz olyankor. Ja. Ez meglátod, ilyen védőgömböt ad, mint ami rajtam van. Mert azt kérdeztem, hogy mit csinál. Ó, várja, ott szalad. Jújjúj. A télapó. Ez elég erő, ez elég erős kijelentés volt, ott egy Pikachu. Igen, igen. Valóban. Ott egy Pikachu. Itt mindenhol Pikachu van. Jó van. Igen. Megszoktam már, hogy alapjáték, nem szoktam ezzel játszani, mert ezzel megszoktam, hogy ilyen, azt játszom. Csimát, amúgy tök sokan elkezdték játszani a United, szerintem Baxi ebbe az évben a nézőink közül, nem? Jaja. Ó, de kevés damage-et csináltam a Pikachu-ra. Befutott egyszer HP-val a másik, de helyette bedobtam a 24 pontot. Gyere. Majd gyere segíteni, a DKG-mez leszed. Ott a másik egy pontos Pikachu, szétkaptuk, mint üzbék parazgató harmonikát. Viszont látásra. Csáó, adiós, halott vagy. Nem bír befutni. Nem bír, elkaptam a grabancát. De várjál, nem bírom bedobni! Nem bírom bedobni! Hülye Filip Pikachu! Hogy tíz? Nem tudok, én még nem tudok. Nem tudok. Á, egy HP-n van. De ne, kijött a másik! És megölt a Filip Pikachu! Hülye Filip Pikachu. Filip Pikachu. Meg Renya. Meghaltam. Ez ilyen War of Pikachus. Igen. Sziasztok! Mindenki hello ugyanaz, Sonic! Itt van Sonic a chaten, gyerekek! Hi! Oh my god! Melyik a Ronda Sonic? A Ronda Sonic vagy a sima Sonic? Jó kérdés! Megjött a nagy Pikachu. Van középen. Igen. Pika! A nagyicsú. Ilyen Pikachu. Leszedem itt a másikat, aki rá akart menni. Hello, nem? Nem? Miénk lesz? Zéni? Haha! Meghalt a Filip! Nem. Ez az... Nem is érdekel, a nagy Pikachu, csak a Filip Pikachu-t leszedjük. Azaz. Magad. Helyes. Jó, miénk a nagy Pika? A Pikachu leszedte a Pikachu-t, hát ezt most nagyon áll eldönteni, hogy melyik volt. Ja, igen. A 8 közül egyik Pikachu lehet. Megölte azt a Pikachu-t, aki megölte. Jó, 90 pontot behoztam. Én mindjárt viszek 30. Itt harcolok gyorsan a Renyával, a Renya Pikachu. Azaz. Ajajaj. 48 pontot feladták! Hát nézd meg a gyáva Pikachu-k! Hát de most ezért fél percet sem vártak volna még. Nem. Ja, hogy kiléptek? Aha, ja. Feladták. Feladták. Addig volt 48 ilyen, nekem meg 30. Hát ez az. 48 pontot voltál. GG. Pikachu-k jók voltak. Pikachu-k megölték azokat a Pikachu-kat, akik megölték a Pikachu-t. Igen. Elmese, majd te is szeretnél jönni? Azért kérdem, hogy hányan vannak, akik szeretnének, mert ha még csak ugyanúgy a Niki várakozik, akkor még lehet az, hogy ezzel csapattam még egy kör, és utána úgy csere, hogy azzal megyünk négyet. Értelmesebb, mint 5 percenként cserégetni. Nem. Hogy a Nikin kívül van... Ne, a Niki meg a Bea várakozik, igen, ketten vagytok, ugye? Aha. Bea eddig. Hát akkor... Gondolom, hogy azt, hogy akkor kettő embert innen így kicserjál. Majd utána, igen. Ja, meg a Baxi várjál. Jó, akkor vagyunk. Jó, ja, tényleg a Baxi. Jó, akkor a Be, a Baxi, Niki a következő, és megyünk még egyet ezzel a csapattal. Még egy Pikát, meg egy simát. Ez az, Pika.
A Pikachu ezt tökre tetszik. Amúgy ez aranyos, tehát hogy így jó. Nekem tetszik a Pikachu. Most ez egyszer haltam meg alig egy játékmódban, szóval ez halt. Már csak azt kéne, hogy behozzák Raichut. Ó, nem nyomtam be a coin dublázót, basszus, majd utána benyomom. Mindig live-ra beszoktam. Raichu forever. Igen, a Raichut sokan hiányolják amúgy. Az kell, írjunk kell az a Unite készítőinek, hogy hozzátok be a Raichut. Valamelyik Raichut hozzák. Tudod miért van ez, Paki? Tudod miért van ez? Mert vannak, akik nem szeretik Raichut. Pedig szeretni kell. Igen. Hát szeretik. Baxi, mit kezdtél mondani? Szóval legalább egy olyan holovert behozhatnának, ami Pikachut úgy nézeti ki, mint Raichu. Felöltözne annak, aha. Persze. Akkor hozzák be Raichu. Hogy lehetne, szerintem nem hoznák be, mert a pénz miatt, hogy mivel egy Pikachu, meg ilyenek, meg hogy hívják, franchise, meg ilyenek. Hát de a Pikachu nem hívják. Hát egy dolog, hogy Pikachu. Tehát Raichu meg is a Pikachu-nak az evolúciója. Igen. Bár erre meg ugyanúgy rávágták, hogy miért nincsen be Riolu ugye a izé előtt, a baby pokémonok, hogy miért nem Riolu alakul Lucarióvá, és Chansey-nél is lehetne a Happy, ja, meg a, itt is lehetne a kicsi, izé a Pichu. Ja, meg a Merrier. Meg a Merrier, tényleg, meg az az, a, izé a... Meg kell még kettő Eevee. Kell még kettő Eevee, az fontos. Csak kettő, a többi Eevee is kell. Mind kell, minden Eevee kell. Ó, hát az a gyönyörű zenés, Pikke. Azaz, na... Szerintetek egyébként az két új Pokémon játék milyen lesz? Én nagyon várom, dizájnok meg minden alapján nekem tetszett, meg az a fán kutya is tetszik, meg kaja. Egyébként csak teljesen új generáció lesz, vagy csak három új? Teljesen új generáció, meg új terület. Ja. Na, azt meg kell néznem majd. Sok új Pokémon lesz majd. Ez mire jön? Igen, hát Switch exkluzív szinte az összes Poké, meglepő módon Unite nem. Forralnom kell. A Unite azt szeret mindenki. Igen, hát én nekem az a tervem, hogy amint megjelenik, tolni akarom nektek live-ba, úgyhogy mindenkit. De gondolom Baxi is hasonló tervekkel készül. Ja, ez milyen? Igen. Ez mit ad ez a Pikachu? Szentelt vizet. Ja, az a shield-es. Shield-et. Vigyázz, annak. Látom. Én meg majd megkérdeztem, hogy ez a Pikachu mit tud, azt rájöttem, hogy ez az ellenfél. Pikachu. Hát de nincsen rajta ruha! Itt van kettő Pikachu. Ölöm az egyiket, nyugi, DK megvan az egyik, csak a másikat, azt is harcolok. Hát üssük le! Mindjárt megvagyunk, egy kicsi kell, ez az, gyönyörű volt. Úgy lehoztuk DK-val, halljátok, vedd fel a két berit gyorsan. Vedd fel a két berit, ott az oldalukon. Ja, megyek. Patik, gyere vissza. Igen. És akkor vissza. Leszedjük ezt is. Itt vagyok. Jó. Tényleg közületek valakik jönnek lolozni holnap este? Mert ugye a lolos csapatunk egy része azért már nem aktív nézőnk, azért gondoltam megkérdezem. 11-ig dolgozom. Mert annyit tudok, hogy az Esi szeretne majd jönni mindenképp, meg a piacos néni, ő kérte el, vagy legyen lol. Most volt egy ilyen, ketten, a tagoknak, aki nem értené, hogy megkérdeztem, hogy milyen játékokat látnának újra szívesen a csatornán, és amiket kértek, vagy javasoltak, azokból rakom össze a hónapra. Tehát ezért is érdemes tagnak lenni, mert vannak ilyen zárt szavazások fölött. Ha nem úgy esnék haza, hogy éjfél fele, akkor úgy mennék, de hát... Elhiszem. Nem is letöltve alól. Hát én meg letöltöttem, de nem akart letölteni. Ja, az update, vagy mi? Nem tudom, hogy mi kell hozzá. Nem tudom, ott így tölt, mint valami idiót, és én néztem, hogy miért, és 4 órán keresztül azt láttam, hogy letöltsön. Lopok labdát, mert mindjárt leszedem. Ámen. Oké, megvan. A wifi-vel, Pati, ha a wifi-vel próbálkoztál, akkor ne csodálkozz. Játszani már wifi-vel nem lehet. Én jönnék lolozni, csak délután dolgozom, ó, szomorú, és amúgy MS-e te játszol United-ot, vagy nem szoktál? Azért kérdezem, mert tudom, hogy te is sok pokés tartalomnál ott vagy, de Fortiba várlak MS-e, azt megjegyeztem, hogy játszol. Meg mindenkit is várok egyébként holnap, ugyanúgy minden játéknál, ugye Guzguzdáknál is tudunk együtt játszani. Én a Gertikot várom. Gertiknál is jókat fogunk rajzolgatni, meg az vicces lesz, csak hosszú nagyon, azt tudom. Igen. Csak az a baj, hogy témát ki kell addig találnom. Igen, jó, nagyon szép. Na, mit szarakodtok itt az ajtóban? Rátok ereztem az áramot, Lagzilajcsi nem csinált ennyi áramot, ha véged van. Oda nézzé! Hey, olyan számlát akasztok a nyakatokban, mint amit a kormány ad nekünk jövő hónapban. Tessék, Pikachu!
Azért reméljük, hogy nem így lesz. Nézd meg, mennyi elektromosságot pazarolnak el. Hát de én nem tudom, legyőz. Meghaltam. Mennyi elektronyosságot pazarolunk el itt? Hát de... Azaz, amúgy a festett haj kicsit megmásítja az embereket, meg kicsit felnőttesebbé tesz, na tök jó. Nekem volt lolom, csak letöröltem, hát van az az ideg állapot. Én lehet megyek majd róla, okés, egy ideje nem léptem be Unite-ba, túlságosan ráfügtem a Genshin-re. De én meg a Genshin-nel vagyok úgy, srácok, hogy szeretem is, meg nem is, mint az Ergo-dal. De tényleg a Genshin, ha nem lenne a közösség, nem játszanám. Tehát, hogy azzal tartok ott, hogy nekem őszintén az, hogy gyűjted a karaktereket, nézed az új területeket, egy síkú, de attól függetlenül együtt jó játszani vele, azt aláírom. Bár most valami új MMORPG kijött, a Zsilu megosztotta, hasonló a Genshinhez, ja, igen, a Tower of Fantasy. Nem tudsz feljátszani, fullon vannak a szerverek. Ó. Oh. 4 órától 22 órás sóvállások valakul. Én azt a igazából is. Ma felmentem Genshinre, és 3 órán keresztül Csicsire farmoltam. Ezt be kéne dobni. Megvan, 20 pont. Meg elvileg ne felejtjük, hogy ide jön ki a talán MMORPG jellegű Harry Potter, ha jól olvastam, úgyhogy még arra is kíváncsi leszek. Hogy valami itt van a karma mögöttem, nagy területes online-os Harry Potter, én arra is kíváncsi leszek. Ez jövőre jön, kicsit jövőre. Eltolták. Igen, oh. Én is vártam, de halasztották jövő évre. Pedig örültem volna neki. Jövő év, február aztán. Mert ugye... Én azért voltam a fent Genshinen konkrétan 3 órán keresztül, mert ugye ilyen rohadt virágokat kerestem. Szia John! Csak a barátaim szóval miatt játszom néha lolt. Á, értem. Minek neked a csicsi, ha van neked pati? Mert a virágot meg az ilyen izéket farmoltam, de nem a karakterre. Ja igen, a farmol. Igen, igen, írta is a mese. Úgyhogy azért mert például, amit annyit lesz pol, ezek jövő héten lesz Genshin, mert megtoljuk egy jó hosszú, sok órásban. Gyors kérdés, Genshin most elkezdtem, és akkor hogy igen. Lehet, hogy a... Hát így megcsináltam azokat a hotják küldetéseket, ilyen alap, ami kezdve a sztorit, hogy mindegyik karakter meglegyen. És jó jártam, és akkor az 40-es szintől jössz. Utána hogy? Utána mi van? Hát folytatni. Vannak kék küldetések, fel kell oldani területeket. Igen, ja. Szóval, hogy vannak top feladat, jön a második meg... köré. És a jeget mivel lehet felolvasztani mondjuk? A, ja, jéghegy az nehéz, de tűzkarakterre például, hogy csapsz tüzet, vagy valami, azzal kicsit vissza tudod hozni, meg ott be kell kapcsolgatni ilyen tűz, kályhaszerű cuccokat. De az nehéz egyedül, a jég. Majd esetleg segíteni tudtok nekem majd valamikor. Hát hanyas szintű vagy? Várjatok, van egy Genshin-es csoportunk, amit be, hát nem az enyém, csak benne vagyok én is, hogyha oda belépsz, ott tudnak segíteni. Bea, beveszed esetleg? Én meg Krisz, de persze, hogyha rámír messengeren. Akár, hogyha a Discordon a Genshin alatt is segítséget kér, szerintem ugyanúgy reagálnak majd. Várjál. Igen, én általában azt szoktam nézni. Nagyon csak rá a nevemet, figyeld, és akkor jelölj be, vagy írj el messengeren. Rámban. Igen. És akkor nem sokáig leszek, így is össze-vissza alszok, hamarosan megyek munkába. Rendben, kitartás, John, és jó munkát, bármennyire is furánfi. Nagyon élvezem a hosszú órákon tartó farmolást. Nekem volt, amikor élveztem, de amikor már 75-ösök a lények, nekem annyira nem adja. Hát és a telefonon a Genshin az tényleg szörnyű. Nekem a telefonom 5 perc alatt felfor, és okay, ha meg ilyen több órákat akarok játszani telefonon, akkor az már egy halál. Na, Emese, például lesz jövő héten Genshin, próbáljon és simán bejelölhetitek egymásra. Sőt, Discordon, gyerekek, írjatok a Discordon a Genshin-es cuccba, akár az, hogy szeretné barátnak jelölés, és akkor adjátok meg az újidot. Majd ezután beírom, hogy osszátok egymás közt, és akkor az tök Én nekem már egy pár ilyen éves magukat, aki volt live-ba, az nekem már be van jelölve. Tudom, meg hát azért ti is sokat segítetek, tehát én múltkor fogalmazta meg a Sketty, hogy nekem könnyű dolgom van Genshinben, mert csapatosan csináljuk a küldiket, mondom igen, hát azért játszok, mert a Genshint is azért kezdtem el, mert annyian nyaggattatok miatta, és amúgy maga a visrendszer, meg minden, mint szerencsejáték, az tökre tetszik, de engem hosszú távon nem kötne le. Nekem a visrendszer nagyon nem jön be, mert nem tudom már mennyi visem van, mert az előzőt nem tudtam visszanézni,
és nem jön le az a karakter, amit nagyon, akit nagyon szeretnék, és már nincs bannerem. Hát igazából... Szia, György Valkai! Én ugye... Mondhatod, Pati, közbe. Ja, csak felrobbant ez a... izé. Na, szóval, hogy... Na, jövök, én... vizelem. Már nem szóval, úgy! Hogy... Na, gyere, szóval, hogy én... Kör Silver, jövök szét! Ugye... Annyira gyenge ez a retek! Közben megtaláltál. Elmondani. Na, lent van szóval... mindenki! Négyen vannak lent! Itt a rotom. Rotom. Help! Na. Nem, nem, sajnálom, Pati, ennyi így, így maradt. Jó. Gyorsan, ulti! Leszedem a rotomot, Pati, utána elmondhatod, megállok, a live-ba is megállok, hallod, de elmond... Megvan! Addig már elfelejtettem, szóval mindegy! Gyorsan dobáljuk a sok-sok pont. Azt, büdös Snorlax! Fúj! Baba, fúj! Ah, de már eljött a másik! Ajajajajajajaj! Hát de mi ez itt, kérem szépen? Akkor is bedobom! Megvan! Mi történik? Csak leszettem a lenti részt és túléltem. De most, hogy megyek haza a boxi? Mármint, hogy nem azért, mert részeg vagyok, csak hogy hogy megyek haza? Lefelé. Jó, köszönöm. Bocsánat, most már hagyom érvényesülni. Jó vagyok, csak mindenáron túl akartam élni és leszedni, és megcsináltam, úgyhogy egy GG-t a csetre. Na ilyen az, amikor bepörög a Dave. Szedjük le azt az Abdoszt. Jó vagyunk. Nagyon beleéltem magam, de meg is lett. Ezért szeretem az Espiont. Ez egy reklám. Én még most másodom, mit akartam mondani, szóval tök minden. Itt a rotom egyébként, alul lent itt a rotom. Jó, hát én meg Zapdos lettem, jó? Hozom be. Ja. Ezért nem volt, amit nézd. Én megint játszok az eremmével. Na repüljünk. Ja, látom, te itt elharcogatsz, már megint itt a baba Snorlax. Én meg itt így... Na akkor, Baxi, hova kell lőnöm, hogy bekapcsoljam az elektromos szutykot? Állj kívül lesz, hogy megvan, dobjátok! 50-et bedobtam. Én is dobom. De lelkisít nálam a live nálam, még most ütöd az adosztot. Ja, pedig annyi késés nincs. Hoppá, még 10 pont, nagyon jó. Gyönyörű, ahogy teljesít a csapat, ez már érmet érdemel, hanem kupát. Nagyon szép. Hogy ráhányja a fizetei szélza? Az avalunk? Hát biztos. Az asztal. Nem, az nem. Jön a Tauros. Tau jó, nem jön. A Pati most a Bika. Igen. Jaj, de szép! Mindegyik halott! Gyorsan dobjuk be. Dobjuk be a 48 pontomat. Ez az! Dobjad, Pati, ilyen védelek, ha valaki Patihoz ér, lecsapok. Jó, szép. Ez az, hogy vagyok 15-es szín. Még gyere, jó, ezt is bevisszük. Ez az, 5 pont is kell. Ott a Silveon már ki se jön. Az itt ott megállni. Az lesokkolódott. Azt mondta, ilyen pro csapat ellen meg sem mozdulok. Igen. Túl gonoszak vagyok. Na 20 pont, védjél, Pati, mert be kell dobnom. Védelem. Megvan. 40 pont egyből. Itt a röcsigig, azt van nálunk. Oh-oh. Jó. Akkor várjál, megyünk haza harcolni. Gyere haza. De itt még vannak ilyen pontok, ezt még talán be tudom dobni. Na jön az ultim, na szemét lád a Greninja. Ujjajjaj, avalók. Amúgy így mindegyik így felszívódott, vagy egyik se akar kijönni? Itt vannak bent, vagy itt van előle az avalúgos. Ja, hogy mindenki ott van. Volt. Csak van mindenki, mert azóta lehet. Jön a Snorlax föntről, jön a Snorlax. Megyek Snorlax. Jó, Silveonba besegítettünk. Hol a... Ja. Mi van, abszol, nem tudsz megölni? Ennyi. Mennyi pont van? Hogy meg lehet élni belőle. Szerintem ez easy. Gonosz kaca, igen. Nem hiszem el, megint vérzik a szám. Az nem jó, vigyázz. Amúgy én ugye most megyek gimibe, és már most találkoztam alpári osztálytársakkal. Annyira izgulok gólyatábor miatt, nem kezelem valami nyugodtan az ilyeneket. Nem akarok összetűzésbe kerülni. Figyelj, aki nagyon úgy áll hozzá, ne reagálj rá, próbálj
próbáld élvezni a szituációt, hogy ott vagy, és keresd barátokat, bármennyire is nehéz kezdésnek, meg minden. Nulla pontos a Baba Snorlax. Én meg már sem tudom, hogy mit csináljuk az sulimmal szinte. Hú, ez szép kör volt. Üdv végig! Láttam egy végig. Valakit, aki Pokémon Go-hoz Pokéball plusz használ tetszett. Van olyan Baxi, ugye? Igen. Jaja, igen. Jaja. De neked is van Pokéball. Tudom, de nem használom sose úgy. Igyekszem, maximum hozom Patit és rájuk ül. Ennyi, ne? Igen. Na akkor csapatcsere, mert most négyet mentünk veletek. Köszi, jó voltál DKG csapat, Émi és Pati. És akkor most jön a Niki, Bea és a Baxi. Nem tudom, hogy kell kilépni, mert régen játszottam. Kell már jött Baxi... Nikita... Nem tudom, hogy már annyira el lett tüntetve a nevem, hogy csak kidobott rendben, Bea. Téged sem kaptam. Tessék? Elég a játékban vagyok. Ez pörgős út. Ez nagyon... Nem mutat... Most már mutat nagyon jó. És akkor még a Nikit várjuk. Én suliban mindig meghúztam magam. Tényleg, ha meghúzod magad olvasószünetekbe, telózó, nem tudom, mennyire lehet telózni. Mit tudom én... Annyira, hogy házit írsz. Én mindig házit írtam már, mint ez rossz példa, mert otthon csináld a házit, de azért sokszor csináltam olyat. Én is most megyek 9-be. Akkor biztos lesz egy-két normális ember, aki nem alpári, és azzal szabad foglalkozni. Így van, így van. Minden rendben lesz, ne aggódj. Meg mindig azt szoktam mondani, amit Janával is mondtunk, akiket most 4-5 évig látsz, lehet, hogy utána a büdös életben nem fogsz vele találkozni, és el kell csak addig viselni, és utána gyakorlatilag lehet, hogy úgymond szarhatod tele. Tehát nem kell, nem kell ott mindenkivel, például nem kell osztálytalálkozókra járni, meg minden úgy, hogy... Nekem is van, talán 2-3 emberrel találkoztam általánosból, és gimiből szintén, de az is random vonaton meg hasonló, tehát nem megtervezve. Uh-huh. Alma költel, az azért jó együtt. Tessék? Én is most megyek 9-be. Az jó. És 4 osztálytársam lesz, akit ismerek. De hát az már úgy jó, ha úgy mentek, hogy van, akit ismersz, és koliban leszel, vagy hazajárósként? Hazajárós, mert a városon, ahol én ott lakok, ott van, ahol megyek. Uh-huh. Az jó. Amúgy emiatt sosem megvan az osztálykirándulásban. Nekem is volt, hogy kihagytam. Mondjad, Bea? DKG-től kérdezem, hogy ő szeretett volna a Genshin-es Messenger-re jönni? Ő szeretett volna, igen. Tehát már még nem, vagy most meg tud akkor keresni. Jó, most a lila Sylveont viszem. Vagy dehogy Sylveont, Espion. Nem. Mária. Csak visszarántanak eléggé ebben az 5 évben, hiába próbálok nem figyelni rájuk, azért valamennyire lehúzzák az agyat. Nagyon nehéz, ezt tudom, meg ez örök probléma, mióta világ a világ, hogy a suliban mindig vannak gecik, már bocsánat, meg vannak kedves emberek. Hát, na, de hát lényegében igen. És, hát ez van. Nem, mutass egy osztályt, jó, ahol mindenki szeret mindenkit, nem tudsz. Ez így váratlanul jött. Igen. Elküldtem privátba a Facebook fiókomat, nézd meg, aztán írjál rám. Szegény Espion lila Sylveon lett. Igen, felveszi ezt egyből Sylveon. Ez új lila Sylveon. Igen. Szegény Évit megverik is lila. Jaj, ne. Szívását játszanak alá. Igen. Mondjuk figyelj, a pszichotámadásokkal lehet, hogy lehetne jó Szilva pálinkát csinálni. Valahogy. Akkor megyek felfele. Ja, mindig, bocsánat, hogy én mindig lefele jövök, én megszoktam, hogy nem vagyok a ranglétre tetején, és azért jövök lentre. De azért valaki jöjjön már le, please! Akkor lemegyek én. Gyere, Baxi, mert itt a Law 012 meg fog engem ölni. Vagy 112, bocsánat. Hallod, még a mentő is benne van a nevibe. Vagy a rendőrség. A mentő az, Dév, köszönjük. Jó, nagyon egyesek vagyunk ma. Igen, nem vagyok agyhalott. Lelki támadás, vagy hogy is volt a magazin? Igen, lelki támadás. Igen, Sabrina is egy lelki edző. Meg a lélektípus. Az a kedvenc lélektípusú Pokémonom, az alakazam. Ja, izé, aki ott volt a Talin, az tudja, hogy ugye volt a... Help, szúnyog, verjük már le a aki ott volt a Talin, az tudja, hogy volt a magazinért egy ilyen pokés kérdés, vele itt van ám a papír. Ja, megtartottad? De jó, a többit kidobtam. Hát, nekem odaadta a Baxi. Na, látod, Baxi mennyivel jobb fejtanár volt, mint én.
Mindenkinek visszaadtam a jutalmat. Szóval volt én a nyertesnek kérdés... odaadtam a jutalmat és kidobtam. Hát nekem a Baxi visszaadta, mert a nyertesnek azért már csak visszaadja. Na, szóval volt az egyik olyan kérdés, hogy valami lelki, nem tudom mi volt, melyik Eevee Evolution volt az. Én meg így mit mondtam rá? Espeon. Kihúztam, szélve van. Le kéne őket szedni gyorsan. Fönt senki, nincs amúgy gyerekek. És csak akkor így Dévi megszólal, hogy először jót írtál, utána meg kihúztad és meghaltam fönt, fönt gubancok voltak, nem tudtam segíteni. Igen. De és így konkrétan szilvont írt. Én még mindig Back to School 2016-os hólokat nézegetek. Hát ha visszamennék a suliba, csinálnék, de lehet csinálok egy ilyen vicces verziót, hogy előkeresem itthon a radírjaim minden, és mit vinnék be a suliba. Aktuális. Most sok vicces videó érkezik a következő hónapokban, mert annyi ötletem van, csak valamikor le kéne ülnem és megcsinálni. Mi van a táskámban videó? Azaz. Egy eleve van benne egy Mongufta Family-s kitűző, Pokémonok. Hát, igen, minden van benne. Na vigyük, Baxi. Neked nincs meg a max labda? Ott volt, vagy 40 labdát ott hagytunk. Megmozdulni se tudok, mert ide leszednek. Ja, csak XP kellett. Ja, meg pamutlaboros pólókkal lesz tele a táskám nyilván iskolába, és bevinném az összeset, leizzadok, akkor lecserélem, meg tudjak kölcsönadni másnak is. Meg tanárnéninek is reklámozom, hogy tanárnéni a fizetéséből vegyen pamutlaboros pólókat. Akkor kéne egy olyan, hogy nem lopott póló. Azaz, azaz. De most pont mondtam, lehet, hogy lemaradtál róla, hogy most nem a pamutlaborral folytatjuk, mert kiderült, hogy van egy másik üzletük, ahol csak animés tartalmú pólókat gyártanak, amint kezembe lesz a póló, már reklámozni is fogom, addig nem mondhatom be a nevét. És a lényeg az, hogy ott olyan fanartokat tesznek pólóra, amit magyar grafikusok és készítők csinálnak, úgyhogy tök fun. És elárulom, kettő pokést választottam végül, úgyhogy poké live-okba is végre nem fogom szarrá izzadni magam. Na, az jó. Most volt az a kis Baxi póló, mikor lesz? Baxi póló, nem tudom. Én kerestem, hogy Baxis póló mély nincs, hát nem volt. Nincsenek rólam fanartok, sajnálom. Csinálni kell, akkor csináljunk fanartot Baxiról. Igen. Én már jövök egy Baxi figurának is. Baxi figurának? Persze. Nekem régen amúgy valamelyik rajongom komolyan csinált olyat, hogy High Rocket League Settings. Csinált olyat, hogy megcsinált minket babába, de tényleg, hogy ilyen rendesen baba Dave meg baba Jana volt, ugyanúgy, csak izé emlékszek, hogy az első izé alkalom után leszakadt valamelyikünk feje. Megfejezted magatokat? De vicces akkor volt. Akkor is igen, akkor is már nagy volt a fejetlenség nálunk. De hogy tényleg leszakadt, emlékszek, de amúgy írtó jól nézett ki, meg minden tökre fel lehetett minket ismerni, csak hát az anyag nem bírta sokáig. Valahol még megvan, mert megőriztem, csak nem tudom, hogy hol. Vidám történet, igen. Á, melyik az anyag? Igen. Látod, mert nem pamutból csinálta, ez volt a probléma. Poké Go-ba elkezdtem gyűjteni Eevee-ket. Ott nehezebb kifejleszteni őket amúgy. Hát az elsőket könnyű. Itt a Pikachu még. Miért nem csinál semmit? Mi az a Bea? Mert off-call a Pikachu, hát az a dolga. Ó, értem. Ja, amúgy Dave, én ma megtaláltam a Genshin-es verzióját a off-callos Pikachuknak. Igen, igen, D.I.J. vagy hogy mondják, csatorna leszek. De! És úgy találtam meg, hogy ma beléptem. Jóval kapnak egy lájkot a nulla pontosok is. Hogy ma beléptem Genshinbe, aztán mi az? Beléptem Genshinbe, bejött valaki a világomba, Shenhe és Ayakamain volt. Uh-huh. Hallgatlak, megyünk ugyanitt, és utána a két Pikachut egybe, és utána lesz és kúcsere, és ötös csapattal megyünk. Egy utána. Órán keresztül ott volt a világomba, és állt egy helybe. Az szép. Bejött, egy óra alatt, így megkérdezi tőlem. Hogy megcsináltad a napi feladataidat? Mondom, igen. És így fél órát még ott afkolt és kilépett. Mondom, nagyon jó volt ez a beszélgetés. Ez igen. Ugyanolyan jó történet volt. Közben írja Niki neked, Pati, hogy Pati még kereken leírtad Lindának, mennyire utálsz minket. Várt. Mi?
Ez csak te érteted. Közben, aki még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, támogatni Supercsot, Supermartizot tagsággal tudtok, illetve a tagok tudnak tagságot ajándékozni is. Már lassan annyi opció lesz, hogy több levegővétel kell, hogy elmondjam. Ja, és Instagramon is kövessél be, meg Twitteren. Itt is köszönöm szépen Micinek, aki majdnem az összes Twitter posztomat lájkolja serényen. Köszönöm szépen. Igen, Edi, most mind... Jó, most hozzuk be egyre, behozom a jeges genyót. Az Umbreon. Dehogy Umbreon, Griezmann. Behozod a kék Silveont. Azt gondolom. Igen, behozom a kék Silveont, igen. A kék Silveont. Na, oké, innentől színes Silveonok lesznek. Van a Silveon, Silveon. A kék Silveon, a lila Silveon. A lila Silveon, meg majd ha bejön a Jolteon, lesz a sárga. És mi lesz a Vaporeon? A Vaporeon szintén kék. Akkor halas. Az lesz a másik kék. Halas végül is, igen. Amúgy meglepődtem, mert nekem Vaporeon és Umbreon voltak a kedvenceim, és ehhez képest egyik sincs bent, tehát hamarabb behozták ezeket. Bár bocsánat, de nekem a Gliseon ilyen névtelen, no name, tehát... Az Umbreon az fekete Silveon. Mert igen, de ugye Gliseon, Leafeon nekem sose volt ilyen favorit, és nézd meg, hamarabb ben van a játékban, mint az Umbreon vagy Jolteon. Akkor alól a Nighthawk, meg Albino. Igen. Igen. Hát csak leöntötték festékkel. Szegényt. A sárgát lefújták fejére. Igen. Ó, valakinek az a rendőrös szúnyog van, az a Baxi, persze. Rendőrös szúnyog? Szúnyog. Hallod, te vagy a vérszívó kopó. Aki nem jó, azt leszívja a vérét, a Baxi. Igen. És utána még bedobja börtönbe. Így van. De amúgy azt viszont 400, én is gondolkoztam, hogy megvegyem-e. Mert azt hiszem az 400-ba kerül csak. Ez tök jó áron van. Hát ha megveszed a rozét a licenszt pénzből, akkor utána olcsón meg lehet venni a bundle-ként, mert leveszi a licensz árát belőle, és akkor nézd meg úgy hány gembe kerül, ott pont reklámozza a fő oldalon. Jó, nekem megvan az a cucc, és azt hiszem úgy 400. Mert én is azt néztem, hogy hát annyi pénzt azt lehet, hogy megér, és igazából tökre tetszik. Ajajajajajajaj, jön a Hupa meg a Pikachu! Hupacsu! Meg egy Scorbunny. Azaz! Szétdobálom én a jégcsapjaimat! Ezt mondom, hogy igazából Espeon és végül is ez is tök erős. De még nem döntöttem el, melyik lesz a kedvencem, nyilván eddig az Espeonra hajlok, viszont az a baj, hogy Umbreon viszont ötször leszedi az Espeont, hogyha egymás ellen kerülnek. Umbreon ez a... Nem Umbreon, na ez, jó van, én már azt sem tudom, melyik Pokémon melyik, jó van, az a Eevee-es. A fekete Silveon. Igen, na, de szép volt amúgy Niki. Na, végre Niki is megérkezett. Egyébként Mongusta találkozóra ezt a családfát, ezt kirajzolta. A Senki lány a Zoé. Ő csinálta. Tök jó lett. Jaja, majd jön a vlog is, de az valószínű, hogy jövő hét elejére csúszik, mert írtósok, nem tudjátok, elmondom én nektek. 1 óra 47 perc vágatlan anyagom van, ami videó felvétel. És át kell néznem, meg megvágni, meg minden. Nagyon sok lett az anyag, de én ennek csak örülök, mert legalább használható, és majdnem 600, vagy majdnem 500 fotó van. Ja, hát ugye Kira nagyon aktívan segítkezett, úgyhogy ez tényleg így. Azt majd valahova feltöltem, és mindenki le tudja tölteni, és ami kell neki, azt kiválogatja. Jaj, a gyönyörű fejeimet is, amit vágtam az orvos közben, az is benne van, gondolom. Ó, azt szerintem a videó is meg lesz, azt tudom, hogy azt hiszem a Bogi Oreósa megvan, meg a Huba és Senki lánya táncpárbaja az megvan végig. Ja, az mindig, az a legjobb, ahol buborékokkal trollkodtunk. Igen, 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 szia Zsófi! Oké, szia John! Mi volt? Hát... Ez mi volt a szang? Szia, kitartás! Amúgy akik mennek gimibe, mit tanulnak ott? Ugyanazt, mint általánosban, csak bővítve lényegében amúgy. Igen, körülbelül. Hát de tényleg, töriből is újrakezditek az őskortól, meg mindent, tehát lényegében ugyanazt, amit amúgy, csak bővítve. Sokkal bővítve. Újrakezdjük. Hát én úgy emlékszem, hogy 9-ben, igen, az őskorral meg mindennel kaptam ötösöket, mert hogy konkrétan Mezopotámia utánig elmondtam fejből, amit tanultam általánosban, és simán összejött vagy 2 ötösöm. Rengeteg pontot kaptunk. Én már nem is emlékszem, mit tanultam a gimibe.
Olyan rég volt. Nézd a hülye nyulat! Mész haza! Mit veszed el az én bogyóm? Ja, most újra néztem megint ezt a talis pokémonos papírt. Na, szedjük le középül. Volt egy olyan kérdés, hogy mit mondanak a pokémonok. Én meg így leírtam, hogy a nevüket pika-pika. Igen, arra emlékszek. Hát de igen. Ez gyönyörű. Vigyük. Oda néz, rájuk lehelem, Airways. Harapjon rá és fellélegezhet. Ti ismeritek a Ace Ventura-t? Amit? Az egy... Ace Ventura-t. Ez jó régi. Gyertek, beütöttem ide, mint a Covid. Leszedem az asztalt. Okay. Ja, amúgy én azt láttam ki, hogy ezt a Pokémon-os újságot, vagy micsodát, ezt majd holnap a Fortnite közben meg akarom majd nézni. Jó, mert azóta nem néztem meg. Én sem emlékszem, már igen ismerem. Igen, még kérdezted amúgy, hogy ismerik-e? Ja, ja, csak nem, ezért láttam itt egy képet, aztán azért. Ja, igen. Meg szerintem egy nagyon jó film. Ezért Jim Carrey játszik benne. Alapvetően Jim Carrey filmek szerintem jók. Én legalábbis szeretem. Mikor nyitogatja az ajtót, azt így ordibál közben. Az nagyon jó. Aha, igen, igen. Az nagyon jó. Ez easy win. Két rész is van, írja Gabi. Nem tudom, sikerült-e megállítanom. Nem tudom, mindjárt kiderül. Ez mondjuk végén néztem, hogy amúgy mindketten leszettük, itt azon múlik, melyikünk dobott be több pontot. Nagyon szép! Na ez nagyon jó volt, és akkor veletek még most jön a két Pikachu, ugye veletek nem volt Pikachu az elején. Most. Mióta cseréltünk újra. Jó, és akkor utána pedig ötösbe folytatjuk majd. Ha még az belefér, időt nézem, hogy jó, elrepülám az idő, gyerekek, már 8:30. Hát ha ilyen későn kezded a lábot, akkor ilyen. Ja, hát ez mondjuk az a baj, hogy igazad van. Most tudtam. Hát Maxi is elkezdi előtt. Holnapba indítod. Majd holnap, figyeld, holnap 7 órakor már itt pörgünk majd a Fall Guys, tehát valószínű, hogy 6:50-kor megpróbálunk. Igen, előtte meg kell innom a kólát, holnap és akkor lesz talán. A Fortnite? Hát a Fall Guys után, nem tudom pontosan. Te holnapra eddigre sincs pontosan, tehát hogy ameddig jól érezzük magunkat, ha a gúz-gúznál meglepő mód egy kör után azt mondjátok, hey, unatkozok, Dave, akkor például 10 perc volt, azaz megy a következő. De a Fortnite amúgy egyébként kb. Ilyen 9-10 körül kezdődik, és 2-3 óra. De nem tudom pontosan. Az a baj, hogy a Fortnite-ból... Mond? Az a baj, hogy a Fortnite-ból kivették már a nyári challenge-eket. Azt én is láttam sajnos, nem baj, attól függetlenül annyi heti küldim elmaradásban van, hogy bőven lesz mit csinálni. Nekem nem lett meg például. Én a Fall Guys-ban ma értem el a 60, azt hiszem 7-es szintet, és megkaptam ugye ezt a békes papucsot. Na végre, királyság. Hát ugye én igen. Még mondtam, hogy a Sonicra mindenképpen lecsapok, tehát hogy még 5 napig lehet megvásárolni, annyit nekem megér, meg alapból is van hozzá cuccom, tehát hogy a Battle Pass-ből már farmoltam ki. Na, akinek nem volt meg a Fall Guys és megvette esetleg, mennyibe kerül a Battle Pass, vagy kiváltható úgy, mint Fortnite-ba V-Bucks-al, vagy mit lehet tudni a Battle Pass-ről? Mert ugye nekem ingyen volt. Mindenképp meg kell venni. Ó, tehát akkor nem kiváltható ezekkel a cuccokkal. Hát ebben még nem, majd a következő season-től. Uh-huh. Na majd meglátjuk. Jó, most bebugolt nálam, nem tudok választani izét. Már megint? Igen, elég nem is szokott bebugolni. Amúgy... mi az? Na, szóval, hogy Fall Guys-ban amúgy mikor lesz új season? Azt nem tudjuk előre, én remélem még később, mert még a 100-as messze van nekem. Hát nekem hát meg, abból kiindulva az a baj, hogy előzőleg nagyon elhúzták, majdnem fél évig nem volt. Hát mert átállások voltak. Igen, de szerintem ugyanúgy 3 havonta van kb. Mint Fortiba. Ja, jó, mert akkor még talán, ha naponta megyek, vagy egy-két szintet, akkor talán még... Naponta játszatok, mert a napi küldikért valaki csinált egy videót, hogyha a napi küldiket megcsinálod, jobban fejlődsz, mint ha egy nap tolod 5 órán keresztül. Igen. Ja, hát igen, én is ezt csináltam például, legalább hogy... Legalább a napit próbáljátok meg. Én konkrétan azért mentem be duókörbe, vagy
10 kört, azért mentem duóba ilyen tök random emberekkel. Megkéri. Hát, mert kérte, igen. És akkor így mondom, hogy ha squadba kell menni, akkor meg mit csinálok? Akkor várok a live-ig? Mert hogy ugye én nem merek randomokkal dóba meg Meg nem nagy értelme van, mert sokszor szarnak bele, és csak belépnek, és el se indulnak. Igen. Például most általában én voltam a béna benne, de igazából az volt, hogy a pont azokat dobta be, amiket Miki utáltam. Azt mondják, hogy szerintem épp ki DC, hogy keresem magad meg. Tényleg amúgy DC-n, hogyha beszélgessünk fülbe, beírjátok, akkor simán lehet, hogy van, aki megy. Hát, hát nem biztos. Holnap én is mennék veletek, ha nem probléma, mert megjött az új gépen. Melyik játékra érted, Zsófi? De jöhetsz a Goose Goose-ra is, Fortnite-ra is, Fall Guys-ra is, a Gartic 4-ra is, meg a Lore-ra is. Hát igazából, igazából mindegyik közösségi játék, tehát sikerült úgy összeraknom. Én nekem kell kitalálnom témákat, szóval most így magam elé raktam azt a gyönyörű füzetet, amit Talira is elvittem, és gondolkozok. Közben felrakom a telefonomat tölteni. Oké. Én live előtt töltöttem. Nekem meg itt már a sor fel. Goose-Goose és Lolon kívül mindegyik van. Figyelj, a Goose-Goose meg ingyenesen letölthető, olyasmi, mint az Among Us, csak sokkal több mód van benne, meg minden, úgyhogy tudom ajánlani tényleg, és hogyha vagyunk 15-en, az nagyon vicces szokott lenni, vagy 10-en, vagy nem tudom hányan lehetünk abba. 15-en. 16-an, igen, az akkor nagyon jó volt, Mutko, és meg majdnem. Rengeteg pálya van, még mi is tanuljuk. Meg van egy pálya, ami csak ilyen beszélgető. Na dobd le, Niki, szedd le. Szép. És minden héten jön update. Igen, az nem egy utolsó dolog. Most például meg o update jött, majd mint a Discordon az oldalsó sávon. Tényleg? Kibeszélt. Aha. De jó. Hogy ez így kibeszél. Aha. Hoppá, a bokorból rám támadott a Pikachu. Buborékos Pikachu. Én azt találtam ki, hogy egy ilyen Niki, nagyon szép. Mémeket találok ki témáknak, ugye a csatornáról. Nem rossz, jó ötlet. Mint például az afkolós Pikachu, meg ilyenek. Meg mémeket is nyugodtan gyárthatok rólam, meg így a játékokról, meg küldhetitek, meg fanartokat, mindig örülök neki, csak ezeket ritkán szoktam mondani. Csodálatosítok tólokat. Azaz. Most nézem. Hogy tudjátok van az a Tom Holland, aki a Pokémon-t játsza. Igen. Itt volt az a Zendájával Budapesten. Pont nem jött be hozzám köszönni sajnos kávéra. Meg is reklamálom, neki a live után. Budai Várnál voltak. Igen, na, szerintem hallottam. Három téma elég lesz a Gartikra, mert azért eléggé sok meg ideig van, lesz 30 van. Emberre. Igen, nem kell sok, mert bőven elhúzódik egykor egy óra kb. A LOL hát, ugyanez, egykor majdnem egy óra. Azért nem szeretem igen. Csak a LOL-t, mert írtó hosszú. Dűne igen, folytatását szóval... forgatják. Igen, elvileg a Hung Expo is azért volt zárva. Én például a LOL-okat nem bírom végigülni, meg néha Night-ok se. Most is állva játszol és táncolsz közben. Ja, nem? Persze! Nem, gyakorlatilag. Leszedik a nagy Pikachu-t. A nagy Pikachu-t szedik? Ó, bakker, nem szólt senki. Pedig én szóltam, hogy jött nem jött át be a hang sem. Pedig szóltam. Mondta, csak Pati belszólt. Ó, akkor nem hallottuk. Bocsánat. Ajjajjaj, meghalunk, mondtam. Hát ez most lehet, hogy bukta. Nem hiszem. Nem? Jó állunk még? Ja, amúgy Dave, akkor a holnapi Gartikra is lehet hívásba jönni? Persze. Oké. Okay. Már emlékszem, hogy régebben meg csak a modik mehettek. De azóta hát már sok igen. Minden változott. Hát igen. Akkor még nem volt, akkor még nem volt a VIP-s dolog, és szerintem egyik legjobb dolog akkor volt, meg nem ilyen, volt mert a tök Discord. Sokan szeretik a Discordos hívásos dolgokat. Igen. Kivéve a Goose-Goose-ba, már ott ugye nem Discordon vagyunk. Persze. Aztán így mondtam, hogy a kinti gépnél fogom majd nyomni a holnapi live-ot, ugye a Goose-Goose meg a többit. Aztán így rájöttem, hogy ja nem tudom, bedobtam. Mert a fülhallgatót nem tudom belerakni be, a gépbe. Nem ment be. Nekem se.
volt az ember? Rákötted a PlayStation kontrollát és úgy. Hát, azt is valakinek kiabáló hátteret addig némi csuk, köszi. Valószínűleg be. Már nem nyitottam. Szép volt, GG. Ez jó volt. Dép, az biztos nem boxira szóltak. Hát, ki tudja. Felvett egy házvezetőnőt és ő szólt. Vitatkoznak a személyiségeim. Ja, Boxi, igen. Gyere haza. És akkor még egy Pikachu-s, mert ugye az a második, és utána egy ötöst megyünk. Jaj, de gyorsan talált meccset. Na, mi történt? Ilyen, kell nézni, miért Istenért laggolok ennyire. Jó, nézd rá, hogy mi lehet. De te Switch-en vagy, nem, Boxi? Igen, nem is szokott soha laggolni, nagyon fura, hogy most ennyire laggolt. Konkrétan lenyomtam egy gombot, és csak ilyen 5 másodperc múlva csinálta azt a karakter, és borzasztó az, az igen. Nem lehet, hogy mennyit volt neked egy hét internetelmenet? És az miatt? Nem tudom. Emlékezni vissza, múltkor is az volt. Ja, hát múltkor is volt valami net gondod. Ledobódnék, hogyha elment volna az internet, meg a hang is lement volna akkor innen. Nem, ugye ez a pillanatni, hogy kibaldása volt. Na, két ünneplő Pikachu van, meg nálunk a Bea is, úgyhogy összesen 3 ünneplő Pikachu van. Látatok ott ezt a Pikachu. Igen, Niki pedig pucér Pikachu. Nem pucér, nudista. Ja igen, nudista Pikachu, tényleg valóban ezt mondta. Most egy fokkal talán jobb, de még mindig le van késve attól, amit nyomok. Aha. Ura, pedig Switch-en nem kéne. Hát nem, én sem hallottam még Baxitósa, hogy laggolna bármi Switch-en. Mondjuk... Soha nem volt, ami Switch-en laggolt volna így. Fogalmam sincs, valami fogja az internetet, mert lehet, hogy elszólt kell. Nem lehet, hogy ellopja valaki kintről. Igen, én erre gondoltam, hogy valami szomszéd lehet elkezdte lopni aztán most. Jövök ide, megrázom. Vagy esetleg valami letöltés megy. Tudja. Igen. Nem, semmi nem megy. Egyről a laptopon bekapcsolva, azon meg csak a Discord. De amúgy hallottam, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy országos szinten is akadozik mind a Telenoros net, mind a Vodás, de a Telenornál most több gond volt. Ez most digi is, de... Oké, kitaláltam a Gártikra a 3 témát. Ügyes vagy. És mind a 3 témát. Megjött a nagy Pika, hallottam, hogy azt mondta, hogy Pika. És hallottam valamit? Á, nem bírtam megölni, Boxi, meghaltam. Én meg megöltem, ne aggódj. Szép. Dobd be a lasztikat. Na, megyünk a nagy Pikára, középre. Csak még előtte leszedem ezt a kettest, meg kell az XP. Itt vannak közben a szurfingoló Pikachuk. Szép nagy Pikachu, gyere haza. Jaj, megcsaptál! Szép, miénk. Megyek lentre. Megyek fentre. Megyek középre. Ez az. Beszakítottátok? Megbeszéltük ezt, hogy kettő pont kell. Most leszedne. Mindjárt bedobom a kettőt. Dobjad. Dobom. Megvan. Ja, oké, köszönöm. Ja, meg kellett valamire. Jó, igen, hogy... Aha. Nincs az ember, hogy a középsőt nem lehet elérni. Ezt nem tudtam. Vártam, hogy... Igyekeztem, csak az a baj, csak 4-es volt lent, ezt idő, amíg azt megölöm. Itt vannak ketten lent? Hát én meghaltam közben, de... Egyik az visszatöltötte magát, hogy hát baj. Vannak. Megyek már lefele. Meghaltam. Ne, Dave, ne! Rám dobta a hülye elektrobolt. Utolért. Bosszút állok érted. Bosszút meg. De irreálisan erősek. Lesz Sonic Origins? Kérdezi Sonic. Amelyik Sonic nekem megvan véve Switchre, az lesz, igen. Meg holnap lesz Sonic a izébe. Fall Guys-ba. Nem bosszultam. Nem tudom fejből, melyik Sonicot vettem meg, mikor le volt árazva a Switchen. Valamelyiket akkor, megvettem. Akkor az a Mario Boy Focis. Na várjunk, a Fall Guys-ban már benne vannak a Sonic-os benne már, dolgok. benne. 5 napig van, még délután néztem. Ja, hát én játszottam délután, de én nem láttam. A mód is benne van, ahol gyűrűket kell gyűjteni a Sonic pályán. Ja, azt fogjuk majd holnap azt is, aha. Ja.
Simát is megyünk, de azt is. Jó van. Mert én van még nem néztem meg, mert nem tudtam. Egy megvan, viszont három Pikachu-val nem fogok elbírni. Á, szétszednek. Végem. Megjött még Gigantamax. Középre hallottam. Gyertek, hogy... Jó, hát én halott vagyok. Képesek vagytok. Mennek lentről ketten. Aha, itt az összes. Megyek én is most már. Megszülettem. Ölöm. Jó, egy megvan. Az is kapja. Az őket kéne leszed, meghaltam. Ekkor mind halok. Meghaltunk mind? Igen, elviszik. Elhát. Ez így nem volt nehéz nekik. Védekezzünk. De leszedik, tehát a két szélső tuti leszedik, mert egyiknél se volt, lent se volt senki. Be kéne dobnunk még valamennyit. Kemény három labdámmal most mire megyek. Jövök harcolni. Kapja. Adom. Nem fogjuk tudni bedobni. Én rohanok oda. Háromat be tudok dobni, ami hat. Meg láttam, hogy bedobta a Baxi is. Mennyit dobtál be, Baxi? Volt még 50. 72-t. Az jó, én 6-ot. Hát, ha az a 6 számít! Mindig számít minden egyes pont, szóval tök minden. Hát múltkor mi úgy jeltük, hogy az utolsó egy pontot jeltük meg. Az igen. Nem, Baxi? Hm? Hogy múltkor volt, hogy egy, az utolsó pont, amit bedobtál, van jelt. Ja, igen, olyan is volt. Baxi, elbízta a Zapdos-t, meghaltak, én addig elmentem a... De gyorsan kijövök MyManyben, megnézzük mi újság, aztán megyünk standardeket. Egyet biztos, aztán meglátjuk még, hogy mennyit fogunk. Zél... Majd még egyébként lehet jönni? Persze, most például majd lehet. Na, gyorsan belépek. Oké, addig lép be, ameddig elszöszölök. Meg be akarom kapcsolni csak a... Én meg mindig itt vibe-olok a zenére. Jó teszed. Amúgy Jena hívta fel a figyelmet rám, hogy ez ugyanaz a zene, mint ami a pályán megy, csak át van hangszerelve. Nézzük csak. Na, három. Ja, amúgy Dave észrevetted azt, hogyha mondjuk... Minden meglett, igen. Eevee vagy, ugye mondjuk Sylveon-t használsz, és Eevee vagy még, akkor ott a szintnél mutat egy ilyen kis ikont, hogy te Sylveon, Eevee vagy... Igen, jelzik külön. Igen. Na, szurkoljatok, hogy közelebb legyünk a Holoverhez. Mert nekem az ma esett le, hogy mindegyiknél más. Na, 12 olyan feketét adott, az nagyon jó. És megnézted az izét, a Buzzwall-nak mennyibe kerül a ruhája? Most nézzük meg, várjál. Csak közben reklám van nálad. Csak nézd a CR-nél. Oh. Na már 94 a 120-ból meg lehet ez még? Hát még meg lehet. 21 napon van. Bőve meg lesz. Jó, hát reméljük. Most adott 12-t, az jó jött. Főleg ha így barátokkal játszasz, így jobban tudsz kapni. Ezt nem is tudtam. Ja igen, ezt nevezem, tudom, a buzzballos. Tényleg 254 csak. Ugye sokkal olcsóbb így megvenni, mert akkor levonja az árát az izének. A karakterét. Ja, de sokkal, sokkal nem tudom megvenni, csak telón, aha. Mert nem hát jelzi. Akkor majd éppen telóra. Jó, meg fogom venni, meg fogom venni. Nagyon jó. Én is ezért mertem megvenni, mert 400 az ilyen határeset, az hogyha nagyon nagyon tetszik, akkor megveszem. Én is így vagyok vele. Annyit bőven megér nekem, és így, hogy ez a... szettel együtt így levonta az árát a licencnek, így nagyon megérte a Holover. Igen, én is így szoktam, hogy a 400 az tényleg, hogyha tetszik, viszont ha 4 alatt van, akkor meg szoktam én is venni, ez nyílt titok. Remélem, hogy a Tyranitárnak is, be lehet megintelezni a Holoverjét. Kinek? Tyranitárnak is lesz majd egy ilyen top 7-es Holoverje, és nagyon remélem, hogy azt is meg lehet így szerezni. Hogy egybe veszed? Hát nem adja egybe, hanem hogy megveszem a Tyranit a pénzből, a másik. Másik részét meg izéből akciósan. Na, hogy haladtunk a Pika Partiba? Na. Olyan jó forró a telefonom.
Itt amúgy mi a lényeg? Még 20 meccset kell menni? Még 7 Pikachus kellene, akkor menjünk inkább Pika meccseket? Akkor menjünk Pikachukkal, jó vagyunk, Pikachukkal. Az is tetszett nektek. Nyugodjatok már le, random emberek! Igen, engem is random hívogattak közben. Engem is, Pikachu meg a posztmester. Öcsém. Engem valami random. Legalább akkor iratkozzon fel a csatornára. Igen. Menj el be hozzájuk. Írd be a chatre azt, hogy iratkozzatok fel a Mangupta Family-re, és lépj ki. Aha. Na legalább tudjátok, milyen érzés boxnak lenni. Igen. Nála is mindig ez van. Jó, akkor Pika partizunk tovább, akkor DKG ja, csapat mert, jön egyiknek. Mert mindig azért... Itt vagyok, benn vagyok már. Ja, mert mindig el akarjuk rabolni a boxit, igen. Ez már csak a szokásunk minden United elején. Igen, Amy is régebben volt. Bea most Link. Volt, Baxi is most volt, Pati is. Niki itt van még? Én nem voltam most. Ja, nem voltál, akkor te nem voltam. Ja, Niki volt tényleg a... Jó, semmi. Na, nem hívtak egy játékba. Tessék? Ja, behívtak nem. Téged is? Aha. Hát menj nyugodtan addig, mert most akkor megyünk egy kettőt így, vagy hármat. Ah, meg itt ugyanaz a csapat, mint az előbb. És tényleg. Most akkor más csinálom. Hát igen, mert ezt a kettőt változnak. Na. Elfogyott a kólám, és most nincs mit innom. Holnapra szerezzél, mert hosszú lesz a nap. Oké, értettem. Nagyon jó lett ez a zenész Pikachu cucc, ezt tetszik. Egyébként ez a... Most lila Pikachu lesz. Egyébként ez a tuzi játékos Pikachu, ez ilyen ingyenes skin vagy nem? Be lehetett szerezni a legelején, mikor indult a játék. Akkor a béta volt. Nekem miért van meg? Az évforduló miatt megkaptad. Évforduló miatt megkaptad, igen. Ja. Ah, én ezt úgy kaptam meg, hogy nem is tudtam róla egyébként, de nem. Ja. Igen, de én is úgy kaptam meg. Volt, hogy amikor elindult az egész. Ja, úgy veszem, amikor a mobilos verzióra előregisztráltál, azért lehetett kapni. Előregisztrálásé, igen. És aztán ja, meg később elérhető volt. Dévén, most lila Pikachu vagyok, gyermekeim. Rendben. Én VPN-nel kezdtem el, szóval én már mielőtt a magyar beta megjelent, én már azelőtt játszottam valami, nem tudom milyen szerven. Ki merre megy föl le? Akkor le. Jó, akkor DKG-val jövünk lentre. Úgy látszik még 7 meccs kellene végül, és figyelj, 5 perc egy meccs, meglátjuk. Dév, te mentél az adásodat egyszer is föl? Nem, de akkor a következőben föntre megyek, jó? De amúgy amikor meg a izé rendes pályán vagyunk, akkor fönt szoktam általában menni, mert jobban szeretek rotomozni, mint a technősre. Igen. Itt van 2 Pikachu. Most van nem, hogy most neked... Nem mondod! Hát ott van Pikachu, hát itt is van egy jó pár Pikachu. Az a baj, hogy megölnek téged, láttam. Ez a... Itt van egy Pikachu, úristen, mekkora felfedezés. Mindjárt megölöm, ez megint a Filip, vagy nem a Filip, nem. Ez Flippy, de majdnem ugyanaz. Azt hittem megint a Filip. Majdnem. Ha jó lett volna. Basszus, öljük de már meg, a... visszament életet tölteni, de ez mindjárt megvan. Megint visszamegy, hallod. Pikachu. Most nem tud. Most ha jót felérem, akkor... Érd utol. Jó, akkor a felébe a talom. És itt a másik társa. Jó, akkor menjünk hárman középre. Vannak. Látom, ezek hároman vannak. Menjünk középre, hároman jönnek lentről. Engem megőrülzök. Költek. Láttam. Mindjárt megvan közép itt a Pika. Csak most jöttek föntre. Elviszik. Nem, miénk lett! Haha! Megyek lentre! Én meg pont odaértem föntre, és így mondom, ja már lejött a... Na, izé, nagy Pikachu. Még kell pont lentre, úgyhogy valaki hozzon. Itt vannak. Gyere, 40 pontos Pikachu. Jó, látlak. Egyébként 19 ponton van. Bedobta az Amy. Nice. És a poén, hogy tankbéde jövök. Ja, én még semmit nem állítottam be azokból. Hát én a megőjéhez állítottam be ilyen nagy HP-t tudszok. És jól működik? Jaaah, bekadok. Hát szerinted... Na végén van. Én csak felraktam azt, ami volt, aztán jó nap volt, az ennyi volt az egész. Egyiket megöltem, de a másik le fog szedni lent. Engem leszettek, nagyon erősen. Nekem egyszer 45 fokosra felmelegedett a telefonom játék közben, az durca.
Még nem nekem a Genshin-nél ezt szokott megvenni. Hát mondjuk most is itt így felgyullad ma a telefonom, amikor beszél. Nekem is túl melegszik, amikor nagyon meleg van. Ez jó volt. Fönt ez a Pikachu-ja dobálja a cuccok. Fönt senki nincs, srácok. Hát itt kergettem az előbb lent kettőt. Középen. Akkor még nem volt itt. Ó. Oh. Ott a szörfös. Angry Pikachu! Mindjárt jön a nagy Pikachu középre, én már azt várnám. Most a 3 másodperc, 22. Na, buborékos vagyok. Tényleg itt jön, begyorsít. 5 másodperc és üthetjük. Lent közben nagyon erőködnek, de... Úristen, megszületett. Jaj! Megszületett, amúgy! Nyomatom rá! It's alive! It's látom, alive. Ezt ölöm. Meghalt az egyik emberke. De persze, hogy az itt üti nem a nagy Pikachu-t, hanem ezt a kicsit. Igen, hát jó, le kell szedni őket is, Pati, segítsen, ölöm. Ilyenkor ketten nyomjátok el az ultit. Igen, én elnyomtam az ultit, de az egyik túlélte. Azzal szerintem sokat segítettem, hogy meghalok. Igen, már csak egy van az ellenségből ott lent. Jó, szép. Nagy Pikachu volt nincs. Jó, szedjünk fel egy csomó labdát, nálam 50 van. Állam is 50. Csak be kéne mennünk vele, mert most ránk... Nem kéne meghalni. Igen, nekem is ez a bajom. Én most viszont... Ne, a másik most... Nem bírok. Meghalok. Én megölt. Engem is megölt. Mínusz 50. Megyek a szörfös Pikachummal. Az a baj, rohadt jó. Rohadt jó védekeztek, ügyesek. Ezek jó. Igen. Csak profik. Na azért nem, de... Jaj, megkezdtük meg. Én befutottam közöttük. Én nekem nem sikerült még meghalnom. Niki, jelezd a szüleidnek, hogy ennyire hát hárman jönnek rám. Valami, mert tényleg nehogy bajod legyen. Niki, mi vagy te vámpír, hogy ennyire vérzik a szád? Vagy nem-e kapartak? Na jó, tessék, akkor választottak ezt, tessék, hogy vegyet úti. Nekem mi sem úgy már vérzett a szám, de nem annyira sokáig. Jaj, 41 pont, de nem bírom bedobni! Jaj, mert rám kell jönni. Jó, 41-et nem bírtam bedobni. Nekem most az A kapcsom fáj nagyon, szóval nem tudom mi. Nő a bölcsőség fogad? Nem tudom, nem hiszem. Hát ez még messze lenne. Hát 13-am is jön, nem. Nyertünk végül is. Meg vagyunk? Meg, ez hát. Szép, GG. Jól csinálták a Pikachu-k. Ennyi. Mehetünk is egyből tovább ugyanígy. Kár, hogy nincs olyan, hogy battle again, egyszerűbb lenne. Hát ha vége lesz slide-ok, meg tudom, mit fogok csinálni. Visszanézem. Ja, jó teszed. Amúgy érdemes, én is például Baxinál vissza szoktam nézni azokat a részeket, ahol benne vagyok. Hogy mit, én hogy mindig mit mond, azt, ahol... Mert sokszor telefonon, ha játszok, nem tudom hallgatni a live-ot, és hogy mit kommentál egyáltalán. Én egyszer volt olyan Baxinál, hogy bementem. Ugye Mr. Mime-mal, és azt hiszem középen volt az Abdus, vagy nem tudom mit kell csinálnunk. És véletlen fentre nyomtam, nem középre, és a Baxi lecseszett engem. Ajjaj. Igen, lecseszted, Baxi. Igen. Mr. Mime-hoz miért pont más kell, amikor lenne szükség lenne, és így nagyon lecsesztem. Igen, és véletlenül oda nyomtam. Jó, engem régen jogosan csesztél, amikor mondta, Dave már megint belopja a középről, nézd meg, belopja. Közepét borzasztó. De most vagy. Már nem. De Dave, te is ott voltál azon a live-on. Igen, lehet. Előfordulnak ilyen pillanatok. Most ezért sírtam a röhögéstől konkrétan, hogy így random véletlenül felnyomtam, mert jól van, már megint bagos és nem tudok választani. Miatt élet a harc, végig is láttam, hogy egy csapattagunk fölfogja, és akkor magyar, remélem, az nem közülünk, hogy meg az a... Hoppá! Hopsz! Visszavonulás! Igen. Hopp, Baxi leszúrt minket, ajjaj. Megint bagolom, hogy... Azt a pont akkor hoztam először Wigglyt. Ja, Ette, neked honnan jöttem úgy, hogy középre viszed a Wiggly táfot? Hát ilyen meglepetés. Hát az arra nem számolnak, tehát általában középít Absol, Talonflame, meg nem is tudom, még Gengar szokott lenni. Hát egyszer én is trokkodásba vittem. Bár már futottam bele középít Duraludonba is.
Én egyszer trollkodásba bevittem középre, még a múltkori live-okban. Igen, emlékszem. Jó, föntre megyek, jó? Hát, ha játszottunk volna, megjegyeztem, Baxi, hogy erre panaszkodtál. Standardot, akkor most én is mentem volna. Lehet, hogy még zárásnak egy standard belefér, és ez akkor az... ezután, mert utána már akkor, idő van. Akkor abban már hadd menjék, már én is véglivel. Jó, én abban Espionnal megyek föntre, hogy Baxinak igaza legyen. Jössz velem, Baxi, föntre? Remélem, hogy... Na, most nem deszidúája fog tenni, hanem valami mással. Én meg remélem, hogy hogy nekem megvan, Vigli, ez megint a Luca, vagy nem tudom. Olyan, mint hogyha hasonló emberekkel kerülnénk újra össze. Az értesítéseket van a csendben. Ugyanazok. Ugyanaz a csapat. Persze. Lehet, hogy csak ők játszanak, hogy mi ez a játékmondat. Lehet, hogy mások. Ja, lehet, simán, mert ez a Rampóca is már küzdöttünk az előbb. Hát ki tudja, lehet, hogy újra bedobott velük, vagy valami. Lehet, hogy más senki sem várakozik erre a részre. Igen, senki más nem akar ezzel játszani. Jött a pika, hallottam! Pika! Hú, alul itt nagyon killeljék őket. Szép. Mehetünk középre. Azt se tudják, hogy vannak fejl előre. Nagyon szép. Ó, ott a Rampóc, vigyázzál, üti a nagy pikát. Jó, lecsaptuk. Jön a Luca. Vagy Luca. Szerintem a Luca az jobban hangzik. Ez az. Megyek lentre. Na, nem, vigyed lentre, megyek föl, megyek föl. A Pikachu lelőtte. Hát ez akkor egy felfedezés. Jövök, Pati. Még kell a pont, Pati, hozzad. Jó, hozom. Nem tudom, melyik között kell. Gyere föntre. Hó, hát nálam van 23. Azért mondom, hozzad, még 10 másodpercig be tudod dobni. Hozom, hozom, kettőt hozom, bedobtam. Hozom. Szép. Okay. Fent meg vagyunk. Jó, én közben elvittem a fél csapatot. Jó, lent mi lett? Nem dobtátok be? Csinálom, én vagyok, nem tudtuk, mert nem volt sehol Pokémon. Na, mindjárt menjünk fel. Megyek én is lefelé, most be vagyok gyorsítva. Nézd meg, mi volt ez. Egészség. Köszönöm. Még egy pont kell, lentre 10-et hoztam. Várjátok. Adom, itt vagyok. Dobjad be. Jó, nagyon jó. Érkezem. Csak közben ütögetnek engem. Zsegbe síptek engem. Ajjaj, fönn dobja, nagyon megyek föl, csak leszedem ezt a izét. Mire leérek, arra meg fel kell menned. Amúgy a szörfösnél nagyon jó ez a gyorsítás, ezt adom. Igen. Én egyszer volt, hogy fogócskáztam, hogy másik ilyen Pikachuval, ami felhoz. Szép. Ott a társa még, vigyázz. Buborékos. Buborékos. Tényleg, Dave, nem akarsz Splatoon 3-azni? Ki lehet majd próbálni ingyen. Nem tudom, az milyen. Ez harmadik része a Splatoonnak. Mármint, hogy a névről hallottam már játékról, de nem játszottam sose. Festékkel kell levelezni egymást. Jó, itt vannak, megnézhetjük vagy? Majd. Jönnek ketten, Baxi. Majd leírom. Oké. Okay. Jó, de szépen kapta a repülőgolyót, azt is. Na, konkrétan annyi HP-n van, hogy nem látom a HP-t. Látom, DKG csapat, hogy te menj haza szerintem feltöltődni. Várj, gyorsan leszedem itt a körbe lévőket, hogy ne zavarjanak. Jó, itt még van egy ember. Persze, hogy ide jön. Aha, persze. Jönnek ide, nyugi. Mindjárt jön a nagy, azt akarom én is, de fönn meg itt szenved az egyik. Menj vissza, egy tank. De már itt van. Baj van, elmultizott. Jövök. Itt baj van. Hazamegyek gyorsan, hogy újra jöjjek. Multizok. Itt nagy baj van. Én hazamegyek töltődni. Nincs egyik gyereket meg, gyereket megöltem. Jaj, ne, valamelyik bedobta. Jó, meghalt. Meghaltam. Jó, go középre. Elém. Hozom az ultimat, rányomom erre a kis szemétládára, meg a nagy... PÁZAZ LESZETTÜK A NAGY ULTIVAL! Go. Futás, futás, 50 pont, repül az 50. Az nekem is van, menjünk, megyünk. Nekem csak 10 van. Még 20 másodperc hozzátok, megvan 100 pont egyből. Megyek, rohanok, futok. Itt vannak. Jövök harcolni. Megyek a sok ponttal. Gyertek. Segítek, csak menjetek. Jaj. Megyek, rohanok. Repülök. Na mindjárt lejár az idő. Megyek. Meg fogok halni, de feláldoztam magam. Pont. Jó, föladtam. Ez az. Pont be tudtam dobni a 100-at. Szép. Én most mondhat, hogy olyan voltam, mint Gandalf. Itt úgy se jössz át. Ennyi. Hát hármat elvittem. Egy ultival. Szép. Ez úgy masszív. Az az a végére, az nekem kellett. Ez szép eredmény. Az azért fontos volt a végére. Kicsit levertük őket. És mennyi pontot dobtam be? 13. A Pikachu az jó volt. Az a Pikachu volt a legjobb.
Aha, az nekem a Pikachu az nagyon tetszett. Ahogy mindegyik Pikachu kivéve a Pikachu nem Pikachu. Igen. És igen. Az a Pikachu nem izé... Pikachu, amelyik Pikachu nem lehet. Pikachu, meg Pikachu. Igen. Körülbelül. Ja, és izé, most nem afkolt senki, mert mindenki Pikachu volt. Igen, na és akkor standardben még egy ember visszajöhet. Boxi, akkor jössz. Boxi. Aha. Gyere, akkor gyorsan. Most én megyek középre. Én meg akkor föntre a Boxi, vagy ne érje szó a ház elejét, föntre megyek. Ez jó, akkor majd megyek valahova. Személyesen felügyelem, hogy Dave föntre jön. Jó. Akkor igen. Én megyek lent. Meg hogy nem lopom be középről. Csak majd amikor a középes nem szedi le, akkor belopom azért. Majd Dave ezt tízé, ráülök a Dave-re. Azért mondom, hogy ha az ellenfél elkezdi szedni Boxi a rákokat mondjuk, akkor inkább leszedem én, mint az ellenfél. Ez belőle mi jött középre. Nem jó, amikor rohansz vissza a saját lényedre, és megállsz inkább farmolni a izét közepét, ahelyett, hogy bennél visszavédekezni. Igen. Akkor szoktam szólni, érted? De az, hogyha elhanyagolja a dzsungeles, akkor persze el lehet vidni, vagy hogyha az enemy próbál hát, elmondani. Hát véglivel nem tudom, mit fogok csinálni, de... Viglivel mindenképpen az altatást választ, tehát hogy legalábbis én azt mondom, hogy az nagyon hasznos csak. Az nem tudom melyik. Az éneklés, sing. Jaj, oké, akkor majd... Ne a gurulós rollout-ot, már rollout az nem él sokat szerintem. Oké, értettem, akkor nem a labdát, hanem a másikat. A middles, azt szokták sőbe vinni Viglik. De amúgy... Gurulásost, igen? Aha, ami gyorsabban tudja szedni a kezdőket. Ja. Na, hiszem az izom szúnyogot. Én meg a sárga espion. Sárga espion? Tényleg sárga. Amúgy izze az egyik téma, ezt elárulom Gártikre, nem az lesz, hogy lila Sylveon. Rendben, majd gyakorlom a Sylveon rajzolást, már arra mindenki azt fogja írni, hogy kutya, vagy cica. Vagy Attila. Na, hozom az izom kinder tojást. Jó. Amúgy jó a szúnyog, a izom szúnyog is tök erős. Én meg hozzam a focista harci nyuszit. Jó, teszed. Tudom az akadítányt. De ennyi. Izé, hogy nevezzük el a Viglit? Azt nem Viglit. Tudom. Rózsaszín szörpemacs. Azaz. Okay. Én régen azt mondtam, hogy éneklő vatta cukor. Altató cukorka. Azaz, altató cukor. Éneklő vatta cukor lesz. Teljesen. Oda nézzél lent, oda nézzél, meg a Blissit hozták, meg a Genyó Mókus. Fú, de utálom. Jó, fúj. Genyó Mókus? Az lesz az új neve. Tehát igazából velem a Unite utáltatta meg a Gridentet. Fúj, de utálom. Ebbe a játékba. Én eddig is utáltam a Gridentet, de leadok egy pár kastit. Pedig a Gónak van, ugye? Ugye jó emlékszek, hogy a sorozatban a Gónak volt? Még képbe középre? Mert valami evőversenyen lenyomta a Snorrit, nem? A Grident. És persze, hogy középre kell bejönni a izén. A Mókus az alapot középre megy. Az igen. Ah, meg minden. Ott jön! Ha-ha, megöltjük a Mókust! Ezt szeretem látni. Kati, menj ide! Vigyázz a Baxi, szívjad ki! Miért? De én középre akarok jönni. Nyuszihoz? Igen, az én vagyok a nyuszi. Itt a talonflém van, meg a izéja. Ojjaj, hároman vannak fönn! Baxi, mi van itt fönn? Kettem vannak csak! Ojjaj, jövök. Baj van, meghaltunk, én is meghaltam. Fönt hároman vannak. Lent meg ketten. Lehet, igen. Megy a nyúl középült, megy a nyúl középre. Szerintem ez eddig a legjobb. A középes amúgy Pati kicsit haladja a mókuszedésre, mert ott van már izé. Haladok, mókuszedés. Oké. Mókuszedés. Ott volt a... Köszi, majdnem berátok a rokorban. Ha megtalálom, akkor megyek, persze. Nem jut eszembe, mi a szutyok annak a neve. Ludicolo. Ott volt már lent. Hát nem hiszem el, hogy ez a szemét madár ilyen erős. Oké, most kivételesen a Singet választottam, nyugodjon le mindenki. Köszönjük. Jó. Engem megzabáltak. Jövök mindjárt, Baxi, csak muszáj pontot szereznem. Megöltek. Az baj. Öld meg, öld meg. Adok egy pár tastét ennek a ráknak. Jövök, de nem látom. Hazament. Összement tölteni. Azért mondom, hogy bajba. Fönt esélytelen. Föntre valaki jöjjön segíteni, mert bajba vagyunk. Megyek föntre, csak itt lent is. Baxi, rányomtam a nettem, rányomtam izé lilát a... Békára, alig maradt élete.
Hát... Azt visszatöltöttem megint, beszélsz. Jó vagyok. Jó vagyok, csak... Rammut neki egyet, azt meghalok, megöltem. Szóval meghaltam. Én is. Konkrétan. Oda megyek, meghalok, visszajövök. Oda megyek, meghalok, visszajövök. Igen, szóval ez így nagyon jó. Akkor lesz. Szarul indítottunk, mondhatjuk. Mert ez a Blissi, ez konkrétan mindig jó, megöltem, baszi a madarat. De a... De annyira lassú vagyok. Na, hát az éneket kell nyomkodnod. Na, most talán meg tudjuk ölni. De ez a üretek közé mi a franc, ez mókus, ez még itt mindig olyan jöttek gyors, hogy... Jöttek a méhek. A mókus azért ilyen, azért viszik középre. Rám jött ez a hülye madár, hát nem hiszem el. Meg tudtuk ölni a blisztit, de folyton hülyelte magát. Megöltem a madarat. Erők a hílere. A nyújt is megölted közben. Kit? A madarat! Segítem, nem értem a boxit. Nem tudok. Nem, persze, azt hiszem, hogy később tett volna. Ja, de véletlen volt. Mondhatnám, hogy direkt. Én még egyébként egyszer nem voltam. Azt hiszem, Pati, te is rájössz a rotomra. Én vagyok, az jó, el fogják vinni a rotomot így. Vagy hát benyomtam egy ultit a rotomra. Jó, miénk a rotom, csak meg fogok halni. Megyek. Meghaltam, de a rotom a miénk. Jó, akkor rohanok. 9 pontommal. Pataki Attila rendszeresen beszélget a szobraival, állítása szerint 2 héten belül válaszolni szoktak a kérdéseire. Jó, de ne gyere ide, menj innen. Sziasz, Keti. Jaj, meg fogunk halni, meghalt a rotom. Ezek voltam Baxi fönt, nem tudom mi ez a káosz, de rohadt erősek. Nem tudom, de fönt káosz van. Ez a mókus, ide fel van mondom, hogy megyek fel inkább. Próbálok velük birkózni, de az a baj, hogy hiába csapok nagyot, egyet leütök, a másik kettő túléli. Jó, a madár majdnem megvan a madár, de a békával. Segítsé, Pati. Lárban vannak lent. Segítek, persze segítek. Na, lecsapjuk a szúnyogokat. Jó, és gyorsan vigyünk már be labdát, meddig még semmit nem dobtunk kb. Jó. Ott a béka, vigyázz. Hárman vannak lent, kb. Jó, hát fönt próbálkozunk, fönt meg ketten nem, vannak. Nem, hát végig nem fogod dobni. Üssed, megvan, nagyon szép, dobjuk be a labdát, most már 40 pont van. Várjad, én neked nem kell, csak állni kell. Azt mondjuk. Megölt a mókus, a rohadt mókus, nem bírom leszedni még szúnyogként se, bazd meg. Ezt most elnézzük, de hogy ezt nem értem. Az a mókus, az nagyon troll. Igen. Ez a mókus, ez fel van pimpelve. Nem bírok el ezzel, én meg a Greninja-val nem boldogulok ezt pionként, tehát adj vérzést kapok. Hát igen. Hát ez nagyon troll most a másik. Tehát izével a még a talonflémet leszedem, de a Greninja-val nem boldogulok egyszerűen. Jó, lemegyek, segítem a Baxinek, gyere le. Bocsánat a Donát kacsázásomért. Jó. Gyerünk le, segítsünk, itt a Blissi. Jaj, én nem tudom lecsapni. Jaj, jövök, Baxi, nyugi. Nem érem utol. Jó, eltaláltam. Meg van future-özve. Hello. Én még az, hogy a self-font. Igen. Nem, mennek fel többiek is. Oké. Itt vagyunk. Megyek én is csak. Én a rosszabbra megyek. Ó, már vannak rosszomon. Nyomom az ultit rá. Vége. Szép. Mókus. Jaj, hát meg fogok doglani. Ó, eltrakom. Ott a mókus, Baxi. Hát meg mi a szar ölt meg? Mi ölt meg? A Blissi hogy ölt meg együttésen? Na jó. Ezek túl tankosak, mondom. Nagyon föl vannak tankolva. Hát olyan csapat gyerekek. Ez rohadt. Ezek te van a pimpölve? De szinte biztos, hogy módosítva vannak a tazókkal, 1000%. Igen. Túl okték lettek most. Próbálok a... Nem bírok a mókussal, tehát negyedét se szedem le. Még a Blissit csak én ma nem megöltem, de... Megvan a Blissit! Á, de jó! Hárman jöjjenek rám, plusz itt is lent olyan világháború van. Oké, föntet szerintem már elvesztettük. Gyere le te is, hagyjad a föntet a szarba. Jó. Mókus, ez a darálás, ez... Gyere, ide, most miért kell ezt... Látom, hogy a talonflém leszed ide, azt most 40 pontot, azt már leszarom. Nem úszod meg, Mókus, meghalsz. Látják, hogy senki nincs van. Meghall a Mókus, meghalsz, Mókus, és én is meghaltam. Izé, ha ezt a kört megnyerjük, akkor elborulok a székkel. Akkor nyerjük meg csak, hogyha a Zapdos a miénk. Csak akkor. Akkor legyen a miénk a Zapdos.
Márka, én szeretnék barul előtt. Nézd meg, hányan vagytok ott? Gyertek, nyomok egy ult, hát, hogy szakadjon belétek 6 tonna nápolyt. Hát hárman vannak, de az egyiknek meg van még 2 klónja, szóval... De fönn meg a Talonflame maga leszedi, akkor valaki, aki bír a Talonflame-mel, menjen föntre, mert akkor a Pati nem bír vele. Hát... Hát csapott egy a Blissey, azt az egész HP-m element. Azt mondom, hogy a Blissey, nem tudom, hogy mivel van felturbozva, de egy ütéssel leszedett engem is. A nápai megy be elszakadni a izébe. A... Mi az mókusba, jöjj a csetem. Szakadjál is a mókusba? Aha, persze. Nézd meg, Pati, egyszerűen meghaltunk 3-tól. Igen. Vége, leszedik. De ez annyira troll csapat. Nem bírunk velük. Nekem ettől a mókusra, meg ettől a Blissey-t elé már mennek. Én rontottam el ott, hogy hoztam egy Wigglyt. Hát kellett volna inkább egy Venusaur, az tény. Hát ilyen, vagy egy Sylveon. Ja, középre 5 másodperc, és jön a Zapdos, szarok a lentiekbe. Hát rohanok, ahogy tudok. Az a 2 kis lábaim. Gyorsan, érkezek, mielőtt jövő. Ők elviszik, és valakik majd fel... Ó, jönnek, basszus, ott jönnek! Ó... Meghaltam, üljétek, meghaltam. Nem hiszem, hogy meghaltam, hiszem, hogy elvitték. Ne, elvitték, vége. Megyek. Elvitték. El. Jó, ezután megyünk még egyet így, csak akkor Pati hoz egy normális karaktert. Oké. Okay. Csak most ezt trollkodásból akartam, azt hittem, hogy nem ilyen troll lesz a másik csapat. Hát ez nagyon durva. Nagyon erős csapat. Hát az biztos. A Blissey egyet rám csapat, az megvart. Igen, hát ez... Mondjad, Baxi, mert nem értelek. A mókus az egyszerűen halhatatlan volt köbben, és a Blissey meg mindig rásegített, mert felhíleltem, mint lelőttem volna. Azt láttam. Kétszer tudtam köbben megölni. Azért mondom, hogy én nem tudom... Egyszer megölt a mókus. És ezek nincsenek fölhype, nincsen semmi bennük, cucc. Biztos van. Hát de azt jelzi. Nem. Lehet kikaptunk valami e-sport csapatot, vagy mi? Hát körülbelül úgy éreztem. Ez kevő amúgy. Nem, a mókus az biztos kvítre épített. Azért én mondom, hogy irreálisan erős, de a Blissey is irreálisan erős volt. Mert én behozom a Blissey-t, nem tarolunk így, tehát az biztos. Hát a, én nekem meg Blissey-m sincsen. Mi Boxi volt még szólt? Jó, hát megvárjuk egy utolsót, ezért ne vereséggel zárjuk már le. Én ugyanígy, jó, maradjunk meg. Ugyanígy, csak Pati akkor hoz más, meg más megyen középre, aki tud valami jóval. Én megyek. Okay. Akkor én hozok Sylveont, hogy benne szól, nem tudom. Én ugyanúgy megyek. Én hozok, akkor hozok Szerizárdot, ha van. Jó. Valt hozzatok, akivel tudtok is játszani. Tényleg. Csak remélem valami kicsit gyengébb csapatot hát kapunk. Nagyon remélem, hogy nem ezzel jövünk még egyszer, az nagyon fájna egy visszavágó. Hát... Én nem bírnám ki. Meglátnám, hogy ugyanez a csapatfelépítés, ajjaj. Ha benne van a mókus, akkor tudjuk, de, hogy de látjátok, a fele az kb. Healer meg defenzív volt, tehát nem is hú de erős karakterekkel voltak. Nekem már akkor megvolt a napi rage-em. Viszont arra amúgy nagyon jól felépítették, hogy tudták, hogy ha a lenti részt lefoglalják, akkor konkrétan a Talonflame maga ott fent el volt. Hát persze. Ez egy komplet team volt. Ez igen, mert a nyúl is úgy rohangált, hogy biztos. Tudta mikor, hol kell lennie. Szerintem a mókus jelzte neki. Ezt a mókust. Ezt a mókust nem szeretjük. Én komolyan mondom, ha lesz rá elég észoszkoinom, meg fogom venni a mókust és azzal fog trollkodni live-okba. Csak azt is ki kell tanulni, mert én egyik leggyengébb karakternek tartom, ha én vagyok vele. Hát, én majd kipróbálom a... ugyanez a hupa, azzal se vagyok jó. Én meg a láthatatlan testű Sylveonomat hozom. Megyek Talonflame-be. Akarjátok majd, hogy beküldjem a pokés részbe a Discordba, hogy milyen a láthatatlan testű Sylveon? Aha. Aha. Na, még betölt gyorsan, pisileg, sietek. Engem érdekel a Magic Sylveon. Oké, lefotóztam most is, majd beküldöm izé live után. Mehetem este, megcsináltuk, hogy láthatatlanak voltak a meccs közepén. Az jó. Nem Baxi? Jaja volt róla. Annyira jó, hogy konkrétan 6 másodperc van és Davian Carr megy el WC-re. Csak most egy szék fog játszani. Engedd el. De Davian a legjobb Carr megy el pihelni. Most azt Gengárjuk. Hát a Gengar meg a Machamp. Üt. Nem ugyanazok.
Hát nem. Legalább nem, nincsen a izé. A mókust az Godlight-nak hívták. Ezt nincs közte. Amíg a mókus az... Erre rajta múlszon, itt vagyok. Oké, okay, már pont mondtam, hogy jókod mentél el pisilni. Jó, hát reméltem, hogy visszaérek. Én most hárva jövünk fentre. Hívik menjenek fentre. Jó, én azt hittem Baxi jön fentre, de akkor mehetünk ki dupla Eevee-vel. Ja, hát akkor... Nem, most akkor már maradjál, Pati. Csak nem akkor prón játsszál nekem. Baxi itt áll mellettem. Baxi egy kigyúrt izé, szúnyog, de egy kis padár. Ennyi. Ilyen csip-csip. Csip. 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 Kövér magár. Jön itt a nagy... Há, beloptam a Skirtle-től az épomot! Át is alakultam. Ú, akkor fönt egy Blastoise lesz, az érdekes lesz, Pati. Ezeket nem van. Ó, meg egy Snorlax, persze. Ú, akkor két akkor defenzív ellenségeink vannak. Az jó. Nem baj, leszedjük, mert akkor átcsapok. Kérdezzük, mi ez a sok püfilés? Ez a telefonom. Pati, segíts már! Mindjárt vagyok, csak fel kell illenem. Meg fogok dögleni, köszi. Rohanok. Csak csald ki onnan a körből, simán leszedem, csak ki kéne szedni. Leszedem a körből, gyere majd! Én is megyek életem. Á, ezeknek addig van HP-juk. Miért van mindenki, de ment? Majd. Fönt van a Snorlax meg a Skirtle, vagy lement, közben a Snorri. Nem tudom. Akkor lement. Öljed, Pati, de szép volt! Le voltam. Gyorsan utána szedd a majmokat, mielőtt elviszik. A majmokat, oké. Hát az épom egy majom. És közben már Hunter is itt van, szóval négyen vannak. Jó, mi szedjük le minél gyorsabban, Pati, már mint fönt, Baxi, szedjük lefele, már csak 32-t kell bedobnunk. Akkor négyen vannak. Jön a Snorlax, jaj, de jó, meg a Skirtle is jön. Jó, öljed őket. Az a jó, a két Eevee leszedi, hallod? Leszedjük simán, hát ne viccelj. Nézd meg, egy HP-ja van a Snorlaxnek, nagyon szép. Én amúgy mindig ugyanazokat hozom, milyen... Jó, még 12 pontunk kell. Vigyázzam, mert majd mindjárt jön a Rotom is. Vigyázzatok, elindult a Hunter felfelé. Jó. Köszi, hogy szóltál. Itt kergettem. Jó, kergesd. Látom. Látom a minimapon. Bocska. Szép, még 7 pontot kell beszednünk. Látom, hogy bekergetett konkrétan, ahonnan indultak. Igen. Jó teszed, még itt a 3 pontos rák úr. Jó, akkor hozzad be valahogy. Ó, megjelentek a izék. Jó, jövök. Most majdnem azt mondtam, hogy pókog, de mindegy. A mime. Mr. Mimes. Mondtam mime. Ó, már megvan, nagyon szép, láttam, hogy Amy bedobta, király. Majmet akkor is megállam. Hát mindjárt megyek vissza, de... Most van ez a... Jön a Rotom, szedjük! Szedjük. Amúgy a Rotom az Ghost type, ugye? Igen. Ghost és Alex. Ghost! Akkor nem vagyok hülye. Csak továbbzik azt a type-je, nem amit megszáll. Igen. Opa, itt a Hunter! Vigyázzál, gyere ide, Pati! Rám nyomta az ultit, de én is az ő rá. Meghalt. Ó, hogy leütöttem! Ütöttük? Ütöttem, hogy alasítva kellek. Jó, gyere nyugodtan, mely ide kell lesz, amíg beviszi. Repülök konkrétan, olyan gyors vagyok. Jó, ott a Snorlax, ott már semmi. Horlax, Snorlax, szia. A full HP hacsót elvittem. Oké, 32, dobjad, Pati, és dob be DKG, amennyit van, megpróbálom feltartani. Igen, feltartjuk ezt a jó, megvan. Jaj, de jó, 28 pont kell már csak föntre. A Snorlax az így olyan gyorsan visszajött. De a Snorlaxük hála az égnek gyenge, mert vagy ötször lecsaptuk. Nagyon gyorsan meghalt. Azért mondom, hogy ötször lecsaptuk és túlfejlődtük a Snorlaxet. 3 pont. Hozom még gyorsan, megvan. De 15 pont kell. Jó, ős, amíg nem alakul Blastoise-á, nyert ügyünk van. Mert le van, túlszinteltük fönt. Annyira toltuk. Na még a méhekből gyorsan dobjunk be. Ahogy van, vihetitek a dzsungelt. Jó, már csak 9 pontunk kell. Azt szerintem megvan. 4 pont van nálam, van 5 nálatok? Nem, csak 2. Jó, akkor még 1 pont, nem hiszem el, 1 pont akkor kell. Akkor megöljük még a izét, a Snorlax-tel meg vagyunk. Jó, én öltem egy rákot, csaljátok el a Snorlax-et, megvan, leszettem. Oké, már jó, megvan. Mika!
ez most nagyon jó csapatjáték eddig, úgyhogy Baxi, nektek minden oké lent? Vagy lemenjünk? Ja, megoldom most már. Jó, gyertek vissza majd utána, Patiék, mert jön a következő rotom. Oké. De csak úgy mondom, hogyha ezt megnyerjük, akkor elborul a cégkel. Az én-e? Hogy jön a következő rotom? Fent vagy lent? Fönt. Itt lent, mert lenne. Szedek egy kis bogyót, ja nincs. Jó, nyugodtan szedjük. Oh, meged a bogyó. Begyáó. Ez jó stratégia. Delfoxról mi a véleményetek Unite-ban? Én szeretem használni a tűzi játék ultiát, meg főleg én erősnek tartom a Delfoxot. Tornádó az nagyon idegesítő. A tornádó vagy vissza ránt meg, Delfox szerintem egy erős karakter. Többiek? Igen, de nagyon idegesítő tud néha lenni. Ki? Delfox, a pszichó tűzróka, Baxi, te is szeretted használni. Tudom. A egyik starter. Azt igen. Igen, a felek. Feneben. Ja, igen. Ó, a Snorlaxnek annyi. Jó, látod, Pati, nagyon megérte túltolni őket, hogy túlfejlődtük őket. Snorlax az nagyon gyorsan hal, folyton. Azért, igen. Nagyon pici a szinke. Ó, a macsampa az elsőjben találkozott. Most mindenki ide jött. Nem érj be a rotom, bakker, nem szóltok, én meg elkezdtem nyomni a 40 pontomat. Még nem érj bele. Találkozok és meghalok. De mindjárt bemegy. Csak vigyétek a pontokat. Jó, benn van a rotom 15 másodperc, csak én halott vagyok, úgyhogy nem tudom vinni. Hát most lent... Most megyek oda. A Mr. Mime fönt, meg a macsám fönt. Megyek. Meg a Snorlax is fönt. Mindenki megyek. Megyek, én is van ultim, megyek. Jó. Már bedobták. De még meg lesz simán, nyugi. Tartsuk fel őket. Gengár is. Jövök. Ó, az a talonflém, az nagyon jól jött ide. Jövök én is. Én vagyok a talonflint. Igen. Baxi, megyek a máj mellett. Ó, hát a legjobb korál meg. Mellettem. Nem tudunk semmit kezdeni, Blast az folyt eltol minket. Jó, megyünk lentre. Megyünk lentre is. Megyünk. Ellopták az izét, rohadt Mr. Mime. Megyünk. Jó, jövünk lentre. Mindegy, most már az... Szétkenem, ne aggódjatok. Mint a taknyok. Megyünk lentre, itt vagyunk. Hello there! Bedobtam. 7 pontot. Én mindjárt... És öltem a macsámpot, öltem a macsámpot, de ott a gengár! Várja, van ultim! Fogok döglenni. Meghaltam. 9 pont. Végre, aludtam. Fönt a Blastoise-ék, valaki menjen föntre. Megyek. Itt a macsámp, meg a Mime. Ajjajjaj, meghalok. Én is meg fogok halni. Benyomta az ultit a Mime. Meghaltam. Nem baj, most jön középre majd a Zapdos. Most a Blastoise. Óvatosan. Fönt a rotom. Rotom. Mit csillezünk. Lent viszont, a lentit az betörik, ott van a Gengar meg a Machamp az ellen, egyedül le nem megyek. Én... mindig. Snorlax! Hát én lejövök. Jaj! Az kár volt, rotomot eltoltam, Snorlax-től. Rotomot eltoltam, ölem a Snorlax-et. Megöltem a rotomot! Jó, akkor lehet, menjünk rá a Zapdosra szerintem majd, ha meghalt a Snorri. Megvan, szép. A Snorlax halt? Nagyon akkora, ahogy a szúnyog eldobja, konkrétan lent, a vállára fekteti. Ó, itt a Blastoise már megint. Annyira szeretem azt, hogy szüleim mindig járkálnak be a szobámba, hogy menjek fürdeni. Ó, hallod, meghaltam. Elviszik az Én Zapdos. Is. Yeah, védekezzünk, elvitték. Mennek mi arra küld engem? Felfelé mennek. Felmennek. Jó, akkor megyek fönthöz. Valahogy mi kéne védeni, hogy ne kapjunk ki. A 60%-on van az ulti, mindjárt meg lesz. A föntieket leszedik, lentit védjétek meg a középet, ahol vagyunk. Mindegy, én már itt vagyok fönt. Én jövök lentre. Így üttem. Jó lenne, ha nem buknánk el a végén. Ilyen jó hangokat adok ki a telefonon. Lent vajon jön? Itt a Mime! Megyek lentre. Gyere, mert ultizott! Én is ultizok. És jön a Snorlax is, lentre gyertek, please! Futok, rohanok. Megyek, mi eskuréletek, azonnal megyek. Próbálkozunk a Patival. Meg jön a Gengar is, bakker, három vannak. Már minden jön. Megyek. Igen, 5 másodperc. Jó. Sietek. Nem fogom tudni. Jó, a Snorlax-et megölöm. Van ultim is. Jó, nyomjad be, itt a Mime meg a Gengar. A Gengar halott. És jött a Machamp is, és itt a Mr. Mime. Machamp elment. Jó, szuper. Machamp az halott. Jó, meghalt a Mime is. Machamp halott, kész. Megy valami föntről. Szia, Bajtíz. Mi beindultunk, hogy beviszünk még pontot, úgy látom. Gyorsan, 20 másodperc van.
Kicsit ugrálok. Meglátjuk, de lehet, hogy nem tudjuk, mert a Blastoise kivéd minket. Nincs senki. Hát az nagyon jó volt ott. A Blastoise elcseszte a támadását. Igen, az egy fogt és ibakadt a falba. 80 pontot bedobtak. 40 pont. 26 pont, ami duplázva 52 megvan. Á, én nem tudtam beledobni. Nem baj. Az utolsó pillanatban meghaltam. Pont megjelent a szóval végén. Ne, de szép volt, nem. Nagyon GG. Ez, akár mi van, ez rohadt jó meccs volt. Ez akkor jó most barulhatok székkel. Nem. Na. Na. Mintem ne. Ó, easy. Mintem ne. Gyönyörű. Most esetlen nekem, hogy az Émi az izével volt. Viglivel. Igen, de ő jól játszik vele. Jól. Trainer level 9 nem jutott eddig az agyam, igen. Szép. Azt hittem, hogy valami mással játszott. És a Boxik volt a fő cuccos. Igen. Ez hát jó volt. Ő dobott be mindent. A Boxi folyton visszadobta a szingembe. Igen. Izon pacsérte izébe. Szia Kira, bár pont a végére jöttél. Viszont holnap reggel 7 órától egész estig lesznek live-ok, igen, nem szóval le. Aki most lemaradt a live-ról, az holnap egész nap nézheti Dévnek a kopáját. Holnap úgy kezdjük, hogy Fall Guys, utána Fortnite, aztán Goose Goose, utána Gartic és LOL, úgyhogy holnap nagyon hosszú napunk lesz. Még ezeket kinyitogatom. Ó, ez de jó volt. Ja, igen. Ez kellett. Azért mondtam, hogy ne úgy zárjuk már, hogy egy csúnya vereséggel. Igen. Ez szép győzelem lett, ez megérte. Igen. De nagyon-nagyon kellett a csapatjáték, tehát hogy ez igazából, ha nem lennénk hangba, akkor majdnem, hogy esélytelen lett volna. Hát igen, meg nem tudunk egy poénkodni. Sajnos, te most a long frame-ben nagyon jól játszok. Na hát tök király. Szóval azzal fogok azért kapcsolatban, tehát? Azért számít az, hogy olyan karaktert hozol, akit ismersz. Hát amúgy igen. Nem egy utolsó Kocs. Szempont. Nézem, hogy közben itt is lett valami kész. Nem is egy. Például én most, hogy így Viglivel alapból lassú vagyok, az énekléssel egy speedelem magam. Aha. Ja, más fás. Speedel? Hát a... Gyorsít egy kicsit. Igen. Ja, hát akkor miért nem nyomogattam a... Na, ez is meg lett. És ne felejtjétek, bejön Tyranitar, úgy is folytatjuk, mert azt ki akarom próbálni. Mit tudunk Tyranitarról, Baxi, eddig? Ez mondjuk OP, elvileg a beta-n azt mondták, hogy hatal, nagyon erős, és ugye drága is emiatt. Aha. Akkor abból jó tankot fogok építeni. Jaja. És a végére tiltani való! Jéééé. Megjöttek a botok is. Mert közben Jana is hazaért, úgyhogy én el is köszönök tőletek. Köszönöm a meccseket, srácok. Holnap korán találkozunk és estig toljuk neki. Én fel leszek. Na, én kíváncsi leszek a botokra, hogy mennyi jön. Úgyhogy mindenkinek jó éjszakát kívánok. Sziasztok. Jó éjszakát. Sziasztok.